testület tagjait, jegyzőasszony Dr. Hamzsa Andrát és Rékei Robert ügyvezetőt a mai testületi ülésünkön, március havi rendes ülést tartunk. Megállapítom, hogy a képviselőtestület hiánytalanul jelen van, tehát képviselőtestületi döntésre határozatképesek vagyunk. A napi rendet időben kiküldtük az előterjesztés anyagaival együtt, és a meghívó szerinti napirendi pontokon, illetve azok sorrendjén nem kívánunk változtatni, úgyhogy aki egyetért a meghívó szerinti napirendekkel, azt kérem készfeltartással jelezze. Jó, köszönöm szépen, tehát akkor 14 napirendi pontot tárgyalunk a mai ülésünkön, plusz egyebekben még 15. napirendi pontként elég sok mindent hoztam, úgyhogy valószínűleg egy hosszú és tartalmas ülésre számíthatunk a mai nap folyamán. Akkor első napirendi pontként a szokásos havi jelentést a két ülés között időszakról, fontosabb eseményekről. A beszámolómat szóban még egy picit kiegészíteném, ugyanis a tegnapi napon történt egy a rendőrség részéről visszajelzés személyes megjelenéssel. Ugye kértünk egy forgalomtechnikai szakértői véleményt a rendőrségtől írásban. Megjelentek a helyszínen, és megtekintették a kérdéses területet, ugye ez a Virág utcák területe elsősorban, amire szeretnénk egy új forgalmi rendet adott esetben kialakítani. Szeretném tájékoztatni a képviselőtestületet a rendőrség álláspontjáról. Azt írja, hogy ezen nyaraló övezetben az érvényen lévő forgalom szabályozás rendőri hatáskörbe és illetékességbe tartozó beavatkozást nem igényel. A település közigazgatási területén az önkormányzati fenntartási utak esetében a jegyző rendelkezik jogosultsággal a forgalom szabályozására. Amennyiben a nyári idegenforgalmi szezonban az érintett utcákban időszakosan olyan mértékben megnövekedik a forgalom, hogy annak szabad áramlása nem biztosított, illetve sérül az ingatlan tulajdonosok azon joga, hogy zavartalanul járműveikkel az ingatlanokra bejussanak, akkor a problémák értékelését követően forgalmi rendváltozást lehet eszközölni, ez azonban nem a rendőrség hatásköre. Amennyiben megváltoztatják a jelenlegi forgalmi rendet, úgy kérjük értesítsenek bennünket erről. No, tehát ez a leírt vélemény, és Andrea tárgyalt velük, ugye én tegnap nem voltam itt, úgyhogy kérlek, hogy még egészítsed ki, hogyha van olyan. Igen, bejöttek a hivatalba, akkor is mondták, hogy lejön, nem tudnak semmit, nem az ő feladatuk. Szóban annyit mondtak, hogy voltak kint a helyszínen, megtekintették a Virág utcákat. Amit tudnak javasolni, hogy nem írják le, hogy a Virág utcáknak az egyik oldalára esetleg kitenni egy megállítást. Ők a keleti oldalt javasolták, meg kell fontolni, biztos, hogy ebből is lenne probléma, mert amikor az lesz, hogy a szembeszomszolgatják én elén, ők azt mondták, hogy műszakilag ugye olyan az adottság azoknak az utaknak keskenyek, igazából ugye ezen kellene változtatni, műszaki paramétereken, az egyirányosítást azt nem javasolták egyáltalán, ezt, hogy akkor minden Virág utcában az egyik oldal, ők mondjuk a keleti oldalt mondták, és mindegy, hogy ott így megválni kiroskárát kihelyezni. A csicserdőre nézve ők elég szélesnek találták, tehát még akkor is, hogyha két oldalt parkolnak az autók, akkor is a két irányú forgalmat az nem akadályozza, de ha úgy gondolja a képviselő testület, akkor ott is akár az egyik oldalnál, akkor viszont a déli oldalon szintén meg lehetne tiltani a parkolást. És akkor egyszerűbb egy kicsit rákanyarodni a Virág utcákra. Ennyit mondtak szóban, azt mondták, elég nem fogják. Ők ilyen vélemény javaslatot nem adnak, az ő álláspontjuk szerint, ugye ezt a testületnek kell eldönteni, hogy milyen forgalmi rendet alakít ki, és annak nincs akadálya, hogyha ezt a testület eldönti, akkor előzetesen ők azt véleményezzék. Tehát úgy lehet, így fordítva, nem, hogy ők mondják meg, hogy mit csináljunk, hanem mi mondjuk meg, hogy hogy legyen, és majd akkor ők. Tehát összességében azt gondolom, hogy
lehet, hogy mégiscsak az lenne a követendő irány, hogy készüljön el az a forgalomtechnikai szakértői tanulmány vagy vélemény, azt a rendőrséggel véleményeztetnénk, és annak összességében vagy mindent alapul véve tudnánk dönteni, akár esetleg előtte lakossági egyeztetést is lehetne folytatni. Még esetleg annyival egészítenem ki, hogy a közlekedésen visszatú voltak egy Marcaliban. Én annyit még jeleztem nekik, hogy a strand főépület előtt ugye hiába van kint az úton a piros tábla. Nagyon sok autó megáll és ott parkol, úgyhogy kértem, hogy erre egy kicsit fokozottan figyelmet fordítsanak. Nagyon sok jóval nem biztattak, tehát tetemérés ott szinte kizárt, mert megáll az autó, bemennek fürdeni a strandra, aztán előző egy fél napig ott vannak, tehát nagyon helyszínűbőságban nem fognak tudni élni, de ettől függetlenül azért mondtam, hogy jó lenne, hogy arra odafigyelnének. Mert még annyi kiegészítésük volt, hogyha mégis úgy dönt a testület, hogy mondjuk az egyik oldalon megtölt a megállás, tehát a parkolást, hogy arra akkor számítani kell, hogy a megállók, amik egyébként ott álltak volna, meg autók, azok valahol máshol fognak feltolódni. Tehát ilyen szemszögből is akkor ezt nézni kell. Ezt a forgalmi megváltoztatást esetleges változtatást. Táblában pedig, hogy a közúti jelzőtáblát akarunk kirakni, vásárolni, akkor van olyan tábla, hogy kerékpár méretű, én még ilyenről nem hallottam, az kisebb, mint ezek a rendes, hagyományos közúti táblák, és olcsóbbak, és azokat teljesen tökéletes. Tehát, hogyha akarunk táblákat vásárolni, várva kirakni, akkor kerékpár méretű, így ez a hivatalos neve, közúti jelző tábla, hogy olyanokat szerezzünk, mert azok olcsóbbak, kisebb, annyi kisebb a lábműjük. Hát olyan közúti. Nem, semmi köze nincs a kerékpáros forgalomhoz, nem azért hívják így, hanem azért, mert kisebb méretűek. A kérdésem az, hogy akkor hogyan folytassuk ezt a munkát, hogy mi lenne a javaslat a képviselőtestületnek? Technikai területén ezt nem javasló. Tehát én felesleges pénzkidobásnak tartom azt, hogy most készüljön egy terv, tehát nem fogja megoldani a kilosztani problémát. Én is arra gondoltam elsőben, hogy kirakni egy megállni tilos táblát oda, de hát ugye akkor mind a két oldalára kell, nem tudom, hogy arra van a lehetőség, hogy mind a két oldalra vonatkozó vagy táblát kirakni. Én mind a két oldalon, nekünk talán annak ellenére fognak ott állni, biztos, hát úgysem fogja a rendőrség ellenőrizni. De akkor ki kéne jelölnünk egy parkolási területet, parkolásra alkalmas területet, hogy oda terelni a parkolóautókat, tehát valamit helyette akkor kell? Hát ott van a Virág utcán mögötti út parkolás. Az nem elegendő. Igen. Én hasonló véleményen vagyok. Én egy kis problémát látok esetleg, tehát akkor az ingatlan tulajdonos sok se tudja az ingatlan előtt parkolni, tehát akkor az mindenkire vonatkozik. Hát kivételtáblát lehet tudom. Persze, kivételes lakók vagy ingatlan tulajdonos. Persze, ki, azt lehet, de az a baj, hogy ez így is kijelent azért az első kérdés, mert ehhez szívesen még közterület felügyel. Meg azt nem szeretnénk, hogyha aztán mindenkinek ott lógna a büntető cédula, hogy ott parkol, tehát anélkül, hogy be tudnánk azonosítani, hogy ki kicsoda. És bocsánat, én még egy pillanat. Tehát az első lépésben én is úgy gondolom, hogy az a Virág utcák végén kellene megoldani, és ugye van egy tervezetünk, ahol igazából a hivatalosan még ki nem épített úgynevezett Vitorlás utca, ugye a focipálya keleti oldalában, ott a kis árok mellett részű vezetbe. Én úgy gondolom, hogy ha arra lenne pályázat, vagy valami, akkor az lenne egy második ütemben, hogy oda akkor parkolót tudok építeni. Hát én mondom, hogy ez egy egységes, mert lennék inkább, nem tudom a rendőrség, mivel indik, hogy miért ne, mert igazából az lenne a legjobb megoldás is. Igazából annyival indokolták, hogy káosz lenne, tehát ugye minden forgalmi rendben
változás az okoz nem káoszt, főleg azoknál, akik nem helyből jól ide jönnek. Jó idővel ez valószínűleg elmúlna ez a probléma, de ebben az évben valószínűleg ezt okozna. Össze-vissza fognak, bemennek egy irányba, nem tudja, hol lehet kijönni, nem tud megfordulni, mert ahhoz viszont elég keskenyek azok az utcák, hogy fordulódjanak. Tehát ő lehet egy irányosítani, de gondolom, ő tapasztalatból mondta ezt, más településekből is kiindulva, hogy valószínűleg még egy rosszabb forgalmi helyzetet okozna ebben az évben. Biztos, aztán ha megszoknak az emberek, akkor lehet mondani. És esetleg az egyirányos is kötelező haladási jön, akkor az a káoszos. Szabolcs. Ugye ennek adott az előzménye, hogy egyik ott lévő ingatlan tulajdonos jelezte a vissza, hogy beálltak az út, amely aluban. Na most nem csak ennyi, hanem hogy lehetetlen volt a két irányú közlekedés, mert nem fértek el egymás mellett, részben a parkoló autóktól, részben pedig az ingatlan tulajdonosok nem tudtak kitartani. Nyilván, de mostani ilyen megoldásokról beszélünk. Az utakókkal lehet, hogy hosszabbat teszünk, mint amilyen állapot most van. Tehát, hogy értem én azt, hogy volt egy ingatlan tulajdonosnak probléma, amit próbálunk megoldani, de lehet, hogy ez a probléma megoldással minden jó számunk vezérel minket ebben a dologban, de lehet, hogy többet látunk, mint amit használunk. Tehát, hogy múltkor is elmondtam a testületülésen, hogy én azt gondolom, hogy a főszezonban körülbelül 3-4 hétről beszélünk, amikor egyébként ott van forgalom. Most én nem gondolom, eddig is megoldódott ez a helyzet, hogy magától megoldott a dolgot, úgyhogy nem lett mesterségesen generálva semmi, egyik közlekedés se kapcsolatos megoldás, az önkormányzat nem tett ebben semmit, és megoldottak a dolgok. Én azt gondolom, hogy ha lehet, hogy most belenyúlunk ebbe a történetbe, többet fogunk átadni, amit használunk. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy eddig is, hogy azt a 3 hetet, azt a 4 hetet, az ott lakók eddig is tudták valamilyen szinten tolerálni, hogy ott nyilván megnövekszik az autós forgalom, és én azt gondolom, hogy egyelőre ezen nem változtatnék. Tehát én ezen állásponton vagyok, hogy nem nyúlnék bele most ebben a történetben. Igen. Én is a Szabolcs véleményét osztom, mert ha azt nézzük, hogy a terv is pénzbe kerül, de a táblák is pénzbe kerülnek, tehát ugyanolyan kiadással vagyunk, hogyha spórolni akarunk, meg kérdezzük meg az ott lakókat, mielőtt bármit is kérdezzük. Igen, csak ahhoz, hogy megkérdezzük a véleményüket, ahhoz jó lenne nekünk egy javaslatot tálalni eléjük, hogy mi erre gondoltunk, ők mit szólnak hozzá. Tehát azt érezzék, hogy foglalkoztunk, előkészítettük már valamennyire ezt a változást vagy változtatást. Ha meg nem akarunk ezzel foglalkozni, így is dönthetünk természetesen, akkor beszélgethetünk velük. Csak kérdés, hogy akkor mi értelme? De lehet, hogy ők is azt mondják, hogy kivérjük azt a két alkalmat. A polgármester. Két javaslatok van. Egyrészt én megkérdezném az ottani ügyvédet véleményét, akik ugye célzottan nem a területnek az érdekképviseletét vállalták fel. Tehát ha most lennének javaslatok, illetve be tudnának csatornázni a lakossági észrevételt a másik. Utána néztem az előző forgalomtechnikai terveknek. Nagyon gyakran egész település szintre készülnek forgalomtechnikai tervek, és ez szerintem azért lenne jó, mert kicsit azért gondolkodtam, hogy azért vannak más nevelagikus pontja is a településnek. Tehát gondolok itt például a kijelölt, ugye itt a kerékpáros közlekedéssel kijelölt, kivajelölt most már a fő utca is. Szintén problémás, most már van egy-két olyan pont a Szörvőhegyen is, bármilyen furcsa, ahol indokolt lenne a közlekedési táv. Egyik legtipikusabb eset a Csuhatónak az alja, ahol jobbra nem lehet belátni, elvileg egy jogkész szabály jön, ha valaki a mély út felé jön. Ott én már kétszer majdnem koccantam egyébként, mert én a jogkész szabályt nem kaptam meg, de nem is kapattam, mert nem látott, ugyanis egy orvosba megy az út. Aztán elég balesetveszélyes szerintem itt a Szabadság utca és az Avienre utca sarka. Ugye ott a Szabadság utcának van egyébként elsőbsége, de ezt az elsőbséget nem mindig kapja meg az ember, ha tovább megy a Szabadság utcán. Aztán szintén elég balesetveszélyes szerintem a Táncsics Mihály utca és a József Attila utca sarkot is, úgy tudom, hogy volt már koccanás. Aztán nagyon veszélyes hely például
tudom, hogy vastottában is tudom, mert minden, de mondjuk egy elég veszélyes hely például a Kossuth-Lajos utcának, ugye ez a nyúlvány része, tehát ott a, mondjuk egy varjássaroknál, tehát hogy jössz ki, és Szentgyörgy felé nagyon nehéz például elnézni. Tudom, hogy ezek, most csak azért mondom, hogy mindenhol szerintem, hogy sok helyen megvan a stoktában, de nem könnyű helyzetet. Tehát azért mondom, hogy lehet, hogy az egész területésre érdemes lenne esetleg végig gondolni. Már csak azért is, hogy van egy parkolási tervünk, és akkor azzal viszont szinkronba lehetne hozni. Én egyébként még annyit teszek hozzá, hogy, hogy a rendőrségektől függetlenül szerintem valaki szabálytalanul parkol, azt felvétellel meg tudja büntetni, tehát szerintem az nem feltétlenül kell azt ott megvágni, még visszajön a fürdőzésből. Ha a rendőrök lehelyszínen a jegyzőkönyvezik ezt a dolgot, majd kifizeti a büntetést, amikor megkapja a csekket. Tehát én úgy gondolom, hogy ennek is megvan a megoldása. Egyébként meg a kressz szabályzat be kell tartani. Tehát azt tudni kell, hogy nálunk nem csak azon a részen az egész faluban nyáron, ami megnövekedett, az, megnövekszik az autóforgalom. Sokkal jobb, mint régen, mert sokkal több a gépjármű. Tehát mindenkitől türelmet igényel. Én egyébként a parkolás problémáját nem csak ezen a részen látom problémásnak, és ugye minden mindennel összefügg, hanem az egész településen. És én azért gondolom, hogy ezzel a parkolási kérdéssel együtt kellene tárgyalni, de legalább a vasúttól északra fekvő teljes területen, én azt mondom, akár az egész, egész településen. Igen. Továbbra is kitartok a mellett, hogy ne készítessünk tervet, parkolási tervet. Technikai tervet, hanem azt viszont támogatom, hogy kérjük meg a fürdőegyesületet, hogy kérjen ki az ott a lakók véleményét. Meg lehet mondani, meg lehet írni, vagy az egyesülettel közölni, hogy ilyen lehetőségeik vannak, esetlegesen egyirányosítás, vagy pedig táblák kihelyezése, megállítós táblák kihelyezése, és mondják meg az ott a lakók, hogy melyiket tartják rúgnak, vagy ezt mondják, hogy mind a kettő ülését. Elnézést. Vagy van egy jobb ötlet. Tehát én ezt mindenképpen meglépni, addig nem kellene beoskározni. Jó, akkor én bevállalom ugye, hogy írok egy levelet a fürdőegyesület elnökének, amiben tájékoztatom részben a problémáról, mert részben a mi eddigi intézkedéseinkről, vagy a megszületett javaslatokról, és akkor kérem a segítségét, közreműködését abban, hogy a helyi érintett ingatlan tulajdonosokkal valahogyan fogja össze őket, és hozzon össze velünk, meg közöttük egy. Ők megkérdezik, hogy mi a véleményük, hát, azt ha ők meg tudják kérdezni, vagy továbbítják nekünk, de mindegy, az is egyfajta kapcsolat így az önkormányzat és a helyiek között. Jó, jó, így akkor ezt el tudjátok fogadni. Jó, rendben, akkor én ezt előkészítem, és akkor beszámolok róla. Jó, a másik ilyen témánk az a 02/16-os helyrajzi számunk Kivet strand, amiről a múltkor beszéltünk, ugye, ami az MNB ZRT tulajdonában van, és szeretnénk ingyenes használatba visszavenni. Megbeszéltük a múltkori ülésünkön, hogy folytatjuk a tárgyalást az MNB ZRT-vel, megtörtént írásban a visszajelzés, kérve, hogy jöjjenek ki egy helyszíni tájékozódó körülnézésre, megbeszélésre, és jövő héten kedden kerül sor erre a személyes találkozóra, és kértem jegyzőasszonyt is, hogy legyen jelen ezen a beszélgetésen, illetve a helyszíni megtekintésen, úgyhogy folytatjuk akkor az egyeztetést, és várjuk a reakciójukat, meg az ajánlatukat, hogy akkor hogyan tovább. Jó? Tehát, hogy ez a jövő héten meg fog történni. Jó, akkor a két ülés közötti eseményekről ennyit röviden. Még egy dolog, hogy én a Balaton turisztos bérleti szerződésünk ügyében tárgyaltam a vezérigazgató úrral. A megbeszélés eredményeként előkészítik majd a bérleti szerződés módosítását, és ezt remélhetően a következő testületi ülésre be is fogom tudni hozni. Kompromisszumkészek voltak, tárgyalókészek voltak, nagyon nem is volt közöttünk még az összeget érintően sem nézeteltérés, vagy vita, vagy bármilyen más álláspont, úgyhogy úgy tűnik, hogy ezt majd sikerül nyilvbeütni, de várjuk meg a beérkező javaslatot. Jó, tehát ennyi még történt a két ülés között. Jó, van-e kérdés?
Igen. Nem kérdés, én csak a polgármesterben szeretném megköszönni, hogy ez sok év után sikerült végre ebbe az ügybe előrelépni. Nagyon szépen köszönöm én is a polgármesterasszonynak, hogy... Még ne kiabáljunk el, várjunk meg, hogy aláírásra kerül. Nagyon biztatulok az előjelek, és nagyon szépen megköszönöm a polgármesterasszonynak, hogy ebbe az ügybe lehet. Köszönöm. Jó, köszönöm. Más? Hol megyünk nevét? De jogos volt, amíg nem szállt meg a tinta. Igen. Várjuk meg. Jó, amennyiben nincsen további észrevétel, akkor kérem, hogy szavazzunk az egyes napi rendi pontról, aki elfogadja a jelentést készfeltartással. Jó, köszönöm szépen. Jó, akkor második napi rendi pontunk, szintén egy nagyon... Nehéz döntést igénylő kérdés, ez a községi strand működéséről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, aminek az első fordulójára kerülne sor a mai ülésünkön. Első fordulóban előkészítettük egy kicsit ezt a rendelet módosítást, méghozzá a következők tekintetében. Szeretnénk a nyitvatartási időn változtatni egy kicsit, a korábbi vagy az eddig megszokott reggel 8-tól este 6-ig nyitvatartás helyett egy későbbi kezdéssel 9-től és elcsúsztatva a nyitvatartási időt 7-ig javasolnánk a strand nyitvatartását, azzal, hogy reggel 7 óra és 9 óra között egy technikai szünet, takarítás és rendezés, tereprendezés miatt nem lenne lehetőség a strandra bejutni, csak a dolgozóknak, tehát ez lenne az egyik javaslatunk. A másik javaslat az lenne, hogy a tavaly megállapított és jóváhagyott belépők árát nem módosítanánk az idén, tehát maradna változatlan a tavaly megállapított árjegyzékünk. És a harmadik témakör, amiben változást, illetve hát amiben tényleg változást szeretnénk, az a tavaly megállapított és az adó épület, ingatlan adót fizető adóalanyokra vonatkozó kedvezménynek az újra gondolása, illetve a tavalyi tapasztalatok alapján a döntésünknek, illetve az intézkedésünknek egy pici finomítása, korrekciója, mert a visszajelzések szerint ugye nagyon leleményesen több esetben az érintett kedvezményezettek, hát ezt a kedvezményt a maguk javára fordítva úgy tűnik, hogy sikerült olyan megoldásokat találniuk, amelyekre mi nem is gondoltunk tavaly. No, tehát ezeket újra gondolva, ismét számba véve kellene egy picit finomítani a kedvezményrendszeren. Erre szövegszerűen is adtunk egy javaslatot, erről érdemes beszélgetni, döntenünk még ma esetleg nem kell, vagy muszáj, de ha lehet, akkor igen. Ugyanis akkor a döntésnek megfelelően a következő ülésre már az eldöntött elvek mentén előkészítenénk magát konkrétan a norma szöveget, illetve a mellékleteit a rendeletnek. Kihagytam valamit? Pontosítsatok, hogyha... Jó, akkor kérem és várom a reakciókat. Igen. Egy dolog maradt ki végül is, hogy a délutáni eljössz továbbra is 16 órától és 19 óráig. Hát igen. Ja. Köszönöm a pontosítást. Valóban, tehát maradna az, hogy 16 órától és a meghosszabbított nyitvatartási időig, tehát 3 órás időintervallumra vonatkozna a délutáni jegy. Tehát nem 18 óráig, hanem 19 óráig lenne kötelező jegyet váltani. Ügyvezető úrtól szeretném kérdezni, hogy akkor a medencének a nyitva tartása az hogy lesz most? Tehát akkor ugyanúgy lesz, mint tavaly a fél év környéken zárt a medenc. Tehát nem tudom, 7 óráig volt, amikor a vízimentő szakszolgálatnak a mentős akkor is végig volt az ő műszaki útét, kb. 20-25 percig tart a medencének a lezárása, ez változatlan lenne. Tehát a medence nyitvatartása nem módosult, az időben nem jut, mint a korábbi évben.
adni esetleg, hogy aki fél évkor veszi meg a strandba lépőt, az már nem tudja igénybe lenni mondjuk a vágyatszik. Akkor meg kell jelzni, hogy délután jegyet vesz, hogy benne van, hogy nem teljesen szolgáltatás, mint tudja igénybe meg. Tehát a medence ugyanakkor fog kinyitni, tehát a medence úgy tisztől, úgymond kvázi patikban a hivatalos nyitvatartása, de általában fél évig szoktak fürdeni, tehát aki eddig 6 órakor vett jegyet, kvázi még fél évig tudott fürdeni, én ezt semmiféleképpen nem szeretném, hogyha ez módosulna. És a medencének a felügyeletét azt a vízi mentők fogják találni? Ugye mi lesz, mint a tavalyi évben volt két perc és kollega fogott lenni. Tehát nem a vízi mentő. Hát vízi mentőként mondom őket, de nem a az önkéntetlen, nem a vízi mentő szakszolgálat, aki 18 és 22 között volt. Tehát saját dolgozókkal fogjuk megoldani a gondolatot is. Jó, hát azért gondoltam, hogy aki ugye belép a strandra, az akkor igénybe akar venni minden szolgáltatást, és megváltja a belépőt, bár mondjuk szerintem nem sokkal lesznek, aki fél évkor még belépőt akarnak váltani. De eddig is volt, aki fél évkor lehet, hogy megvette. Tavaly 18 óráig volt, tehát sokkal rosszabbul jártak, tehát most még így pluszba kapnak egy órát a szolgáltatásokban. 4-től 19 óráig, tavaly 4-től 18 óráig volt a délután. Hát igen, csak ugye ez picit fura, mert a vécék sincsenek bezárva, a vécék is 8-9 óráig nyitva vannak. Tehát a játszótér sem zárva, a felnőtt fitness sem zárva. Én azért terjesztésben, hogy kvázi aki 5 fél akkor vett egy jegyet, az lényegében teljesítési szolgáltatást tudott majdnem 7 óráig, aki meg 6 óra után jön be, az a medencén kívül szintén teljesítési szolgáltatást tud kapni, az zuhanyzótól kezdve, sak, kültéri sak, mindent tud használni. Tehát ezért is javasolt, hogy mindenféleképpen a délután azért egy órával jó lenne kitolni, mert teljesen megváltozott a vásárlói vagy a fogyasztási szokás, és ez mindenféleképpen indokolt, de én a medence nyitvatartásához nem mondanék semmit. Nyitvatartáshoz kapcsolódóan van még kérdés? Még csak annyi, hogy tényleg sürgősen valahogy ezt nyilvánosságra kell hozni, vagy tényleg most van lesz lezárva, mert ilyen hírek járják az egész falu, ezzel van tele, hogy lezárjuk a strandot, nem lehet majd bemenni, a 7 óra után nem lehet bemenni, úgy fog működni, mint egy városi strand, hát sajnos ez terjedhet. Itt szeretném megkérni az ügyvezető urat, hogy ezek az információk, hogy terjednek a faluban, ez jó részt a KFT dolgozóitól eredhet, valószínűleg találgatnak, nem tudnak egészen pontos és korrekt információkat, illetve nem úgy adják tovább, ahogyan itt a képviselőtestület dönt, vagy beszél róla. Úgyhogy nagyon kérlek, hogy próbáld meg a munkatársaiddal megértetni azt, hogy amíg még nincs döntés, végleges döntés, addig legyenek kedvesek ezt munkahelyi lojalitás szempontjából is úgy kezelni, hogy ez egy belső információ, és ne adják ki. Ne adják ki addig, amíg ez nem végleges. Amit a képviselő mondott, az tökéletesen felül a valóságot. Tehát 7 óra és 9 óra között nem lehet bemenni a strandra, mert technikai szünetre szakadítás lesz, akkor lehet zárva a strand. De csak naponta nyitvatartási idő, de reggel 7-től 9 óráig. Tehát ez tény, mert ezt is beszéljük, hogy ez lenne a cél a későbbi nyitvatartással, hogy 7 és 9 óra között megakadályozzuk azt, hogy akár a takarítást, a fényírás, vagy bármit zavartalan, tehát hogy ne zavarjanak benne, hogy ezeket mi tudjuk csinálni, a felnőtt üzletszervezetet le tudjuk takarítani, azokat ne használják mondtam a standon lévő üzletelységeknek a vendégei, tehát hogy reggel 7 és 9 óra között igenis meg takarítással tudjunk foglalkozni. Ez egy technikai szünet lesz, ugyanúgy, mint egy városi standon, én azt mondom, hogy a Balatonbéli strand semmivel nem különbözik egy városi strandtól, tehát egy kategóriába esnek. Tehát azért örülök, hogy egy városi strandhoz hasonlítanak minket. Igen.
Igen, de azért az nagyon fontos, hogy a záróra az csak a pénztár zárást jelenti, és nem a strandnak a bezárását jelenti. Én erről beszéltem, bocsánat, ezt mondtam, hogy, tehát, hogy az van, hogy este van bezárva. Tehát este, amikor 7 óra bezár a strand, akkor bezár a kapu. Nem zár be a kapu, senki nem beszélt belőle. Tehát a pénztár zárást jelenti a záróra. Záróra. Továbbra is lehet 7 óra után is használni a strandot, be lehet oda menni, tehát minden ugyanúgy marad, mint eddig. A reggel 7 és a 9 óra közötti időszak az, amikor technikai szünet miatt nem lehet a strandra bemenni. Csak és kizárólag az ott dolgozóknak, azért, hogy rendbe tegyék 9 órára nyitásra a strandot. Tehát erről beszélünk. Igen. Szerintem ez egy ilyen falusi technika dolog, ezt hiába szól a Robi majd a dolgozóknak, ezt a faluba egy valaki félreérti, elkezdi tovább terjeszteni, szerintem azt nekünk kell a szociális vagy a social médián keresztül mindenhol megosztanunk ezt az információt, hogy miről van szó, hogy a reggel 7-től reggel 9-ig, és szerintem itt akiknek ezt főleg informálni kell az ottani vendéglátóegységek tulajdonosainak, vagy akik ott szálláshely szolgáltatással foglalkoznak, hogy ők se engedjék be addig ott az embereket, tehát nekik is legyen ott egy tábla, hogy 7 és 9 között ők se tudják a strandot használni. Mert én szerintem ott lehet esetleg egy kis probléma. Hát szerintem a szálláshely szolgáltatásokból, hogy mondjuk fölkenek reggel után, mert a strandot sétálni, egyet úszni, egyet edzeni. Jó, hát akkor is szólni kell a szálláshely szolgáltatóknak, hogy ez a rendelet. Igen. Az élettől függetlenül azt gondolom, hogy most ez egy téma, de lehet, hogy legközelebb egy másik téma lesz sor. Én azért azt gondolom, hogy mi egy bizonyos lojalitás minden munkahelyen elvárható. És szerintem ezt a munkahelyzetet nyugodtan megköveteheti a dolgozóitól. Egyébként neki az önkormányzat kenyerét teszi, aki a település üzemeltetésünknél meg egyéb helyeken dolgozik. Tiszteltel kérjük, hogy olyan információt adjanak tovább, ami ellenőrzött és a valóságnak megfelelő. Szerintem ez nem egy nagy elvárás, én szerintem ez minden dolgozótól azt gondolom, hogy tényleg jó úton elvárható. Ez már egyébként tavaly is, ugye Robi közöttünk téma volt, tehát hogy ezt ismét nyomatékosan, és kérem, hogy minden dolgozó felé ez menjen tovább. Szigorúan megkövetelve munkahelyi vezetők által, hogy csak a valós jóváhagyott döntés utáni információkat adják tovább. És amennyiben valakinek kérdése van, akkor közvetlenül tőlünk kérdezzen, és kimerítő, kielégítő választ fogunk adni minden kérdésre, de hiteles forrásból tájékozódjanak azok, akiknek kérdésük van. Jó, akkor a kedvezménnyel kapcsolatban esetleg van-e valakinek kérdése, vagy ugye akkor itt rögzíteném az elveket, tehát az elveket csak, hogy a Balatonzerényben lakó és üdülő épületek után építmény adót fizető adóalanyok lennének a kedvezményezetti kör. És abban az esetben is, hogyha egy adóalannak több ingatlana van, akkor csak egy kedvezményes kuponra lenne jogosult. 14 alkalmas ingyenes belépésre jogosítana ez a kupon. Nem lenne névre szóló, tehát átruházható, bárki, aki felmutatja a pénztárban, a pénztárnál nyomnak rá egy bélyegzőt, és kap egy karszalagot érte cserébe, amivel beléphet, illetve az adó alanyokat még olyan szempontból is szűkítenénk, hogy azokra vonatkozna a kedvezmény, akinek a tárgyévi építményadó mértéke eléri vagy meghaladja a 20 000 forintot összesen. Tehát a minden ingatlanára megállapított tárgyévi adómértéke meghaladja, vagy eléri a 20 000 forintot, ez az adó alany kapna egy darab kupont, ami 14 alkalmas ingyenes belépésre jogosítanak. Tehát ez az elv. Bocsánat, nem
egy kupon, ami 14 ingyenes belépésre jogosító alkalmat, tehát egy ilyen kis egy lapon kis bélyegző lenyomatnak hely lenne, és minden bélyegzés alkalmával kapna egy darab karszalagot. Egy belépéskor több ilyen kis bélyegzőhely is, tehát több személy is beléphet egyszerre, akkor személyenként elhasználódik egy belépési lehetőség. Tehát a 14 alkalmat akár egyszeri belépéssel is föl lehet használni, vagy 14 külön belépéssel. Bocsánat, de akkor nem az adóalanynak adjuk, hanem az ingatlanutának, nem? Nem, hát az adóalanynak adjuk egy darab, tehát az általa befizetett adóból gyakorlatilag visszatérítünk ezen kedvezmény formájában 16.800 forintot. Mert ugye a 14 belépés, hogyha a felnőtt belépőjegy árával számoljuk, akkor ez 16.800 forint kedvezményt jelent. Tehát a befizetett adó összegét vesszük alapul, és abból gyakorlatilag ennyi kedvezményt elismerünk, vagy visszatérítünk, tehát ahogy tetszik. Ezen lehet gondolkodni, tehát még nincs eldöntve, ez egy javaslat. Lehet finomítani, lehet teljesen mást kitalálni helyette. Tavaly ugye elindultunk ezen az úton, a tavalyi tapasztalatok és visszajelzések alapján próbáljuk finomítani, finomra hangolni, még célzottabbá tenni, hogy kiknek akarunk kedvezményt adni, és milyen mértékű kedvezményt, de ez javaslat, tehát lehet mást is. De csak az a gondom nekem személy szerint, hogy nem biztos, hogy tényleg azt használja fel ezt a kedvezményt, akinek mi szeretnénk adni. Ez lehet előny is, persze lehet hátrány is. Tehát a korábbi igazolvány helyett, ugye, ami névre szólt, személyre szólt, és kötött volt ilyen értelemben, ez egy szabadon felhasználható. Tehát bárkinek átadható, aki felmutatja, az jogosult gyakorlatilag a belépésre. Tehát a kedvezmény, meg a belépés, ha így tetszik, akkor ez elválik egymástól valóban. Össze lehet kötni, az még egyfajta kötöttség, ugye? Tehát kevésbé rugalmas akkor a rendszer. Ezzel lehet megutálni, igen. De ugye jól értelmezem, hogy egy ingatlanra vonatkozik. Tehát, hogyha valakinek van három ingatlanja, akkor ő mind a három ingatlanra igénybe vesz? Nem, csak egy. Tehát a három ingatlan után fizetett ingatlan adó összege összeadódik, és hogyha ez eléri, vagy meghaladja a 20.000 forintot, akkor jogosult az egy 14 darabos kedvezményteknyes belépés. Kötődik mostantól, és nem ingatlan. Személyhez, de nem névre szólóan. Felhasználása az rugalmas lenni. Igen, volt ennek meg az árnyalán, amit ugye mondott a gazdaképviselő úr is, de viszont pont ez volt a korábbi igazolványos kedvezményekkel kapcsolatosan a legnagyobb kifogás a névre szólóból. Kapta az adóalany, aki fizette az adót, meg egy általam ellenőrzött személy. Az adóalany, főleg az idősebbek nem vették igénybe, szerették volna adni az unokának, a gyerekének, akárkinek, nem tudták megtenni. Tehát én azt mondom, hogy ennek ilyen szempontból több az előnye, mint az az esetleges hátrány, ugye, amiről mindenki. Van-e észrevétel, kérdés? Egy teljesen más koncepció. Nem kell döntenünk, tehát lehet ezen még egy kicsit, de sokáig nem lehet, nagyon sokáig igen, mert ennek mentén kellene majd a megfogalmazott szöveget. Április is mindenképpen rendeleteket megfogalmazott. Április ülésen már a rendeletet, tehát hogy ahhoz viszont, hogy a rendelet el tudjon készülni, a rendelet módosítás, ahhoz szükségünk lenne ezekre az elvekre, hogy ementén, vagy ettől eltérő módon szabályozzuk el a kérdéskört.
megint csak az ügyvezetőt kérdelem, hogy, hogy az a lehetőség esetleg, hogy a szezon bérlet árából kapnának kedvezményt, vagy a napi jegy árából. Igen, lehetséges, de ezt már megbeszéltük, hogy nem ezt a verziót állított. De ez most újra előjött. Beszélünk erről, nem azt akarom, hogy ezzel elfogadva, csak hogy mi a véleménye. Hát kivitelezhető az is, hogy akkor meg kell nálunk a bérleteket. Ugye mindegyik bérletnek van, vagy a pénztárgépnek van ugye sorszáma, hogyha az le van nominálva, akkor az annyi plusz munkát jelent a pénztárnak, hogy mondjuk valaki azzal bejön, akkor át kell szólni a másik pénztárba, hogy, hogy nyomon tudják követni, hogy azzal a sorszámú pénztárgép blokkos havi bérlettel már valaki bejött, hogy annál kiadja, és akkor bejön valaki, vagy átmegy a másik pénztárba, és ott bejön. Kivitelezhető, nagyon figyelemeket tőlünk, megoldható. Most nem is a technikai lebonyolítását próbáljuk, hanem egyelőre még az elvek mentén próbálunk gondolkodni. Tehát itt ugye arról lenne szó, hogy akkor azt kéne igazolnia valahogy, ami jogosult arra a kedvezményes bérletre. Tehát, hogyha kitartunk amellett, hogy az adó alanyoknak akarjuk a kedvezményt adni, akkor az, hogy ő adó alany, azt valahogyan ott a pénztárban a kedvezményes bérlet vásárlásakor, vagy jegy vásárlásakor kell igazolni. Tehát itt ez az adminisztrációs... Több adminisztrációval jár, akkor biztos jól. Mert ugye korábban is ez volt, hogy kaptak egy igazolást a befizetett adóról, tehát hogy befizette az adót, és azzal az igazolással tudta megváltani ezt a kedvezményes bérletet. Tehát akkor visszatérnénk erre a megoldásra, hogy valahogyan igazolnia kell azt, hogy adóalany és befizette az adót. Itt meg ugye csak annyi, hogy bejön a hivatalba, mi pontosan tudjuk azt, hogy illetve kapunk egy listát arról, hogy kik fizet, nem kik, de igen, kik fizettek, tehát kiknek nincs adótartozása, inkább ennyi, és akkor automatikusan, hogyha ha személyvel igazolja a saját voltát, akkor átveheti az őt megillető kedvezményes kupont, vagy hoz egy meghatalmazást az illető személy. Tehát ennyi a technikai része, de továbbra is én hangsúlyoznám, hogy az elvi szabályozást szeretném először tisztán látni, hogy kiket akarunk támogatni. Sajtőbb adó alany van? Ott a 20 ezer forint a határ. Nem? Lehet, hogy ott, hogyha mondjuk egy hivatal után kettel fizetnek adót, akkor ott nem fogja érni a 20-et. Tehát nincs meg az a félelem ebben, hogy ahol most megállapodás alapján csak egy ember fizetett, ő mondjuk 38 ezer, hiába fognak ketté válni, és azt mondják, hogy külön adót, tehát külön fizetik az adót, aztán nem fogja érni a 20 ezer, tehát nem egyik őjük se fog kapni, magyarán oda jutnak. Nem érni, és megosztani. No. Jó, ez így? Jó, akkor ezt egy készfeltartással valahogyan jelezzük, hogy aki ezzel egyetértene rábólint, hogy így menjen tovább az előkészítő munka, akkor ezt így... Én a gondolkodás lehetőségét fenntartva. Mert még kicsit sok volt most. Sok volt, igen. Nem könnyű, nagyon nagy dilemma, tényleg nagyon nagy. És nagyjából látszik, hogy nem tudunk teljesen tökéletest. Tehát valakinek mindig sérül a érdeke. De itt a képviselőtársunknak volt egy javaslat, ami versenyén nyílt, úgyhogy... Igen. Ja. Igen, de most abból indulunk ki, hogy szeretnénk kedvezményt. Igen. Úgy gondolom, a hosszú távon gondolkozva a polgármester úr most már tényleg jó párszor ezt mondta, hogy ez a bennekártyának a bevezetése nagyon egy gondolal lesz, mivel mind adminisztráció, mint rendszerezés alapján ez sokat jelentene. Pont az ingatlan tulajdonosok, helyi lakosok, stb. Tehát az nagy megkönnyíteni hosszú távon majd a dolgunkat. Ez csak így a következő képviselőtestületnek egy ilyen gondolkodás mentén, hogy ezt kiépíteni szerintem annak lenne alapja a nagyon. Én nem szabad, szerintem az informatikai fejlesztést a következő évek
spórolni a feltartástandot, mert én szerintem a dolgozók dolgát is megkönnyíteni, illetve most gondoltatban lenne egy olyan kis kuverkodós kártya, bemegy, ha lefogyott a 14 belépő viszontlátásra, többet nem tud bemenni, és ott kijelzi neki, és nem az van, hogy most akkor átszól az egyik pénzt, a papír, nem tudom, hogy, hogy szerintem ezeket lehetne, de biztos eljutunk egy célra is. Jó, itt nincsen akkor döntési javaslatunk, hanem egy elvi rábólintást szeretnénk kérni, ugye nem hoztunk határozati javaslatot, hanem csak akkor egy ilyen gyors kézfelemeléses, hogy aki egyetért azzal, hogy ez menjen tovább az előkészítőink a során, akkor kérem, hogy jelezd. Még egyszer? Csak annyi, hogy a pénzügyi bizottságról is tárgyaltuk, és ott volt még egy gondolatmenet, amit nem tudom, hogy ezt most... Hát ugye volt a dolgozóknak is. Ja, azt belevettük most is, azt szeretném. Igen, hogy az önkormányzati, a közös hivatali dolgozók, valamint a KFT munkatársai személyre szólóan ingyenes belépést kapnának a strandra. Meg is hirdetjük a jegyzőfogadókát a strandra. Szerintem fontos az információ. Ez fontos információ, igen, ez valóban egy új kedvezmény. Köszönöm szépen, hogy felhívtad a figyelmet, ez így szerepel egyébként a javaslatunkban, úgyhogy csak nem mondtam, igen. Jó, más? Jó, akkor készfeltartással, aki úgy gondolja, hogy ez így menjen tovább. Jó, és akkor a normaszöveg készülhet hozzá. Köszönjük szépen. Lassan, de haladunk. Hármas napirendi ponthoz érkeztünk. A felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása a non-profit Kft. Vonatkozásában. Üdvezető úr, akkor légy szíves, mondd el a tudnivalókat. Le fogja állni a felügyelőbizottságnak a mandátuma március 31-én, illetve a könyvvizsgálónak is az alapítókörök szerinti megbízása. A könyvvizsgálat a tavalyi év üzleti évet annak a könyvvizsgálatát el fogja végezni, és ugye aktuális lenne az alapítókörök szerint módosítani, tehát új felügyelőbizottságot választani, illetve a könyvvizsgáló személyt is megválasztani. A jelenlegi bizottsági tagok közül ketten jelezték, hogy ők beszeretnék fejezni, nem kívánnak a továbbiakban a bizottsági tagok lenni maga jelenlegi elfoglaltság miatt, illetve a harmadik Tagoszolgáló Tamás is jelezte, hogy annyit van a külföldön, tehát nagyon nehéz összeegyeztetni az ülések időpontját az önmagájelenlegi elfoglaltságaival, hogy még egy felügyelőbizottságot szükséges megválasztani. Ott az előterjesztésben benne, amit beszéltük is már a tagokkal, hogy az új felügyelőbizottsági tagoknak Pifos Robertet, Kovács Ánost, illetve Németh József Lászlónét szeretnénk, én mindenkivel beszéltem, elvállalják. A könyvvizsgáló pedig vállalja továbbiakban is 3 évre a könyvvizsgálói feladatoknak az elvégzését. Így az alapján készült az előterjesztés, az ügyvédjével már felvettük a kapcsolatot, befizettem azokat az összegeket, amik a törvényszékhez kellenek az alapítókörök módosításához, úgyhogy a megválasztás után az elfogadó nyilatkozatokat kell kitölteni, és akkor az elfogadó nyilatkozatokat, hogyha átküldöm az ügyvédnek, akkor elkészíti az alapítókörök a módosítását, és Mombolgármester asszonynak tudnánk menni akkor aláírni Kaposvárra. Köszönöm. Van egy kérdés? Észrevétel. Egyetértés. Pénzügyi bizottság tárgyalta? Nem tárgyalta. Ugye az elv az volt a felügyelőbizottsági tagok, én azt gondolom, hogy megfelelő személyeket kerestünk meg, hogy azért a Robi ugye a Hétvezér utcai része, én úgy látom, hogy egyre jobban benne van a településnek az életében, illetve a János is nagyon sokat segít nekünk gépészeti dolgokban, műszaki dolgokban, a Gyöngyi néni pedig pénzügyi vonalon, hogy a téglagyár miatt, illetve a sportegyesületnél is életében el volt a munkában, tehát úgymond el tudnak segíteni a működésünkre, ötleteikkel, meg a
köszönöm a régi felügyelőbizottsági tagoknak is az eddigi munkáját. Én úgy gondolom, hogy nagyon intenzíven, nagyon konstruktívan tudtunk együtt gondolkodni, együtt dolgozni az elmúlt időszakban. Úgyhogy akik írásban jelezték felém, hogy továbbiakban nem kívánnak dolgozni, megköszöntem már írásban is a munkájukat. A Tamással még nem beszéltem ez ügyben, de nyilvánvalóan neki is nagyon köszönjük, és hát nagy érdeklődéssel és várakozással nézünk az új tagokkal való együttműködés elé. Úgyhogy én nagyon örülök mind a háromnak, és köszönöm előre is a részükről felajánlott segítséget, közreműködést. Úgyhogy remélem, hogy egy nagyon intenzív munka veszi kezdetét, és ugye április 1-től már kezdődne az ő mandátumuk, most április 1-től, és tartana 2027. március 31-éig. Jó, akkor nincs gondolom kérdés tovább. Jó, szavaznunk kellene, határozati javaslatunk ezeket tartalmazza, amiket nagyjából most itt a Robi elmondott, amivel még én is kiegészítettem, úgyhogy aki egyetért az erőterjesztés szerinti határozati javaslattal, kérem, hogy készfeltartással jelezze. Egyhangúan köszönöm szépen. Jó, jegyzőasszonynak adom át a szót, a közös hivatal 2024 évi munkarendjének meghatározása. Az eredeti indoka az igazgatási szünet, ebben nagyon-nagyon részletesen értem az előterjesztésben, mi mit szabályoz és hogyan szabályoz. Ehhez egyetlen egy kiegészítésem lenne a július 1-e, a köztisztviselők napja, hogy ezt még azzal kiegészíteném, hogy az a nap is legyen egy munkaszüneti nap a hivatalban. És röviden tömören a jogszabályi hivatkozásokat nem szeretném ismertetni. A lényege az, hogyha augusztus 19-ére elfogadják a testületek, hogy pihenőnapja legyen augusztus 19-e pihenőnap, december 24-e pihenőnap, és a december 27-e péntek pihenőnap a kormányrendelet alapján. És ha az augusztus 16-át, a pénteket szintén pihenőnapként tekinteném, tehát zárva lenne a hivatal, az azt jelenteni, hogy ott egy nap szabadsággal, 5 nap egy befüggő szabad ideje lenne a hivatalnak, illetve a két ünnep közti zárvatartáshoz pedig az lenne szükséges, hogy a december 23-a aznap is tudjunk zárva tartani, és az azt jelenti, hogy 21-e szerda lenne az utolsó munkanap, és január 2-a csütörtök az első, augusztusban pedig ugye 15-e csütörtök lenne az utolsó munkanap, és augusztus 21 pedig a szerda a következő első munkanap. Illetve akkor ugye lenne a július 1-e, hanem egy hétfő, és akkor az azt jelenti, hogy ott is lehetne egy hosszú hétvége a dolgozóknak. Köszönjük, a kérdés van-e? Jó. Örülünk, hogyha a dolgozók is pihenhetnek. Hát biztos lesz örülünk, hogy benne. Az a saját döntése. Igen, ezt akartam mondani. Ügyeletet azt telefonon tervezem tartani. Most nyilván, ha valaki bemegy, mert határideje van, vagy valami, hát menjen, de úgyhogy hivatás akkor sem lesz. Igen. Jó. Szavazhatunk, azt gondolom. Jó. Aki elfogadja, egyetért. Készfeltartással egyhangban. Köszönjük szépen. Jó. Döntés a Balatonbeli József Attila utca 23 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről. Ez az ingatlanunk ugye egy bérlakás, amiben jelenleg bérlő lakik, és ezt a bérleti jogot úgy döntött a korábbi testület, illetve korábbi testületülésünkön úgy döntöttünk, hogy nem hosszabbítjuk meg a bérleti jogot, illetve a bérlés lehetőségét, hanem értékesítésre kerülne ez az ingatlan.
megtörtént az ingatlan szakértővel való értékbecslés elkészítése, elkészült, és erről kellene dönteni, hogy fenntartjuk-e ezt az értékesítési szándékot, illetve ha igen, akkor milyen összeggel kerülne meghirdetésre az ingatlan. Annyit kell tudni előzetesen, hogy minden ilyen elidegenítésből származó bevétel további értéknövelő beruházásokra kell fordítani, felhasználni. Tehát egy céltartalékot képezne az ebből befolyt bevétel, és forgalomképes vagyontárgyainknak a gyarapítására kell felhasználni, kell fordítani. És ugye párhuzamosan felmerült esetleg egy másik ingatlannak a megvásárlása, ami a két akció, tranzakció együtt is, vagy össze tudna kapcsolódni, hogyha itt most úgy döntünk, hogy ezt értékesítjük. Pénzügyi bizottság tárgya a terület. Igen, csak hogy gondoltam, hogy elmondott, hogy ott mi hangzott el, és akkor ahhoz kapcsolódóan... A pénzügyi bizottság tárgyalata is támogatja az ingatlannak az értékesítését. A vételárak pedig 30 millió forint minimum vételárba. Én ajánlottam, vagy gondoltam azt, hogy megnéztem a jelenlegi piaci árakat, és ilyen ingatlan méret, ilyen méretű ingatlan, az úgy gondolom, hogy bőven elpénye ezt a minimumban szüntetek. Igen, maga az épület az nem nagy, ugye 28 vagy 32 négyzetméter, most nem is tudom pontosan, tehát egy egyszobás, 28 négyzetméteres lakás van az ingatlanon, de azért egy telek is tartozik hozzá, tehát így még majdnem azt mondható, hogy telekár szinte, persze nyilván nem, mert az elhelyezkedés és a komfortfokozat is sokat nyom a ingatlan piaci értéken, de meghatározza ezt teljesen, úgyhogy értem én a mindenkinek a szempontját is. Más észrevétel? Nincsen kérdés? Igen? Még esetleg annyi, hogy a bizottsági ülésen is azt hiszem, hogy elhangzott, hogy egyelőre maradunk abban, hogy ezt az ingatlant értékesítjük, és ha amennyire sikerül az értékesítés, akkor abból lefolyó összeg az nyilván, hogy elkölcsönzött tartalékként szerepel, és hogy annak mi lesz a sorsa, majd akkor térjünk arra vissza. Persze, nyilván. Az egy újabb döntés. Most csak erről az ingatlanról döntünk. Méghozzá ugye kettő, a határozati javaslatnak két része van, hogy ingatlan eladása vagy értékesítése mellett döntünk, és ennek az összege, tehát mennyi legyen. Az, hogy mi lesz a pénznek a könyvelése, az meg jelölve, tehát ott nincsen döntésünk, lehetőségünk. Igen? Én támogatom a pénzügyi bizottságnak a javaslatát. Jó, akkor a pénzügyi bizottság javaslata az, hogy értékesítsük, és 30 millió forint legyen a kikiáltási ár, vagy az értékesítési ár. Hát ez az induló ár. Ennél magasabb javaslatokat is, ajánlatokat is fogadunk. Jó, akkor aki egyetért a pénzügyi bizottság javaslatával, kérem a tiszteletartással. Jó, egyhangúan. Tartsunk szünetet? Mikor? Igen. Folytatjuk a képviselőtestületi ülést, a 6-os napirendi pontunk következik. A civil szervezetek 2024 évi működési támogatására benyújtott pályázatok elbírálása. Hát rögtön át is adom a szót a pénzügyi bizottságnak, gondolom tárgyalták. Igen, a pénzügyi bizottság tárgyalta a előterjesztést, és hát volt is némi pénzekkülönbség, illetve hát kisebb véleménykülönbség.
dolgokban, de végül is arra a megoldásra jutottunk, hogy a költségvetésben szereplő összegeket hagyjuk jóvá a képviselőtestület felhasználja javasolt elfogadása, ami a költségvetésünkben lett állítva. Egyelőre ez tudjuk támogatásra biztosítani a civil területek részére. Tehát voltak itt az igények, mondjuk a legnagyobb eltérés a Balatonbeli Egyesületnek az igénye és a tervezett összeg között van, 500 forint, amit tudunk biztosítani. A nyugdíjas egyesületnél 460 ezer forintos igény volt, 400 ezer forint, amit tudunk adni. A önképes tűzoltó és polgárőr egyesületnél az igényel szemben 200 ezer forint, aztán a községi sport egyesületnél 4 millió forint volt az igény, ebből 800 ezer forint a Peugeot gépkocsi üzemeltetése, itt 3 millió forint és 500 ezer forint a üzemeltetésre, tehát 3,5 millió forint összesen. Itt volt talán a legnagyobb vita is volt egy ilyen felvetés, hogy esetleg át kéne gondolni azt, hogy a gépkocsinak a üzemeltetését, illetve magát a gépkocsit is az önkormányzat esetleg átvenni a sportegyesülettől, és akkor ez a költség nem terelni a sportegyesületet, tehát a gépkocsinak az üzemeltetése és fenntartása. Ez elhangzott itt javaslatként, de végül is döntésemben nem született. A Vöröskereszt szervezett 250 ezer forint támogatási igényt gyűjtött be, 150 ezer forint van a költségvetésben, ezt tettük jóvá. A vízi polgárőr 200 ezer forintos igény és 150 ezer forint támogatása a költségvetésben. Tehát a pénzügyi bizottság azt javasolja, egyelőre előtt összegeket biztosítsa az önkormányzat támogatásként a civil szervezetek részére. Felvetődött, illetve elhangzott az is, hogy amennyiben pót igényel jelentkezne valamelyik egyesület, azt hát majd lehetőségét szerint megvizsgálja a képviselőtestület, hogy esetleg tudja megtámogatni. Ez nyilván a későbbi során. Igen. Jó. Ha valamit kihagytam, akkor egész napot. Jó, van-e valakinek kérdése? Más vélemény? Jó. Igen? Csak egy annyi lenne, hogy amit az a képviselő is elmondott, hogy akiknek esetleg azoknak az egyesületnek, akiknek nem tudtuk megadni maximális támogatást, amit szerettek volna, hogy tényleg meglátjuk, hogy alakulnak a dolgok, és erre később ebben akár egy ilyen pótlásként nyújthassanak be még egyszer, esetlegesen még szeptemberben, amikor látjuk, hogy esetleg olyan a nyári szezon annak függvényében, hogy tudunk-e esetleg még mindenkit támogatást. Én azért szeretném elmondani még egyszer, amit már korábban is nyomatékosan elmondtam, hogy látom, hogy a civil szervezetek számára rengeteg pályázati lehetőség van. Most is futó érvényben lévő pályázatokra lehet komoly összegű támogatásokat, támogatásigényt benyújtani, támogatásokat elnyerni. Tehát nem az önkormányzat az egyetlen és kizárólagos támogató, sőt azt gondolom, hogy nem is igazán feladata az önkormányzatnak. Ez egy gesztus vagy lehetőség a részünkről, hogy támogatjuk a civil szervezeteinket külön önkormányzati forrással is. De én nagyon szeretném, hogyha minél szélesebb körben élnének a pályázati lehetőséggel a civil szervezetek, és nem csak ebből a támogatási pénzből működtetnék a tevékenységüket. Úgyhogy ezt azért én így hozzátenném. Igen. Azt maximálisan támogatom ezt a felvetést. Egy olyan kérdésem vagy kérésem lenne, hogy az megoldható lenne-e. Nem tudom, hogy működik nekünk ezt egy külső pályázatfigyelő, vagy valami keresőmotor alapján nekünk jönnek ezek az információk, hogy milyen pályázatok vannak, amikre lehet pályázni. De így a
szerintem nem mindenkinek van hozzáférés, hogy nem tudja, hogy éppen milyen aktuális pályázat van, hogy egy kis támogatást kérhetnénk abból, hogyha van olyan pályázat, amivel tudnak indulni, vagy ilyesmi. Én szoktam jelezni, tehát én elküldöm a civil szervezeteinknek, hogyha találok ilyen pályázati lehetőséget. Tehát külön felhívom a figyelmet arra, hogy hello, itt most van egy lehetőség, éljetek vele. Tehát legalábbis eddig én ezt küldözgettem. Most én is leállítottam ezzel az évre, volt egy ilyen előfizetésünk, ami ugye naponta küldte az információkat. Most nem kértem idénre, mert azt gondolom, hogy egyéb vagy lehetőségekből is hozzájutok azokhoz az információkhoz. Mindegy is, de hogy ezek ilyen évi 20-30 ezer forintos összegek, és bárki előfizethet rá. Tehát, hogy a szervezetek is megtehetik azt, hogy befizetnek egy ilyen pályázatfigyelő üzenetküldő szolgáltatásra, és akkor napi szinten képbe vannak a lehetőségekkel. De mondom, hogyha kifejezetten olyat találok, amire úgy gondolom, hogy érdekelheti, vagy rájuk is vonatkozik, akkor én szoktam jelezni ezt. Igen, ez egy nagyon jó gondolat, csak ugye annyi gondolat, hogy pont most egy nyugdíjas egyesülettől most én személy szerint nem várnám el, hogy ők előfizessenek, mert azért az jelenlegi technikai tudású, mert biztos, hogy tudják, hogy hol kell ezt utána nézni. Azért, hogy lehetséges lenne, akár ezt majd levonni tőlük, vagy nem tudom, közös teherviselés alapban. Azért mondom, hogy szólunk, és hát így sikerült is a Magyar Faluban ugye a nyugdíjas egyesületünknek támogatáshoz jutnia, azzal a közreműködéssel, amit mi részben a figyelemfelhívással, részben pedig magában a pályázat kidolgozásában nyújtottunk. Tehát, hogy minden eszközzel támogatjuk mi, csak éljenek a lehetőséggel, ez lenne, hogy proaktívan is kezdeményezzék, hogy máshonnan is jussanak forrásokhoz, ne csak az önkormányzattól várják a támogatást. És bocsánat, ez nekem csak így személyes vagy érdekelne nekem személyesen, hogy a kiküldött pályázatok arányában mennyi az, amire pályáznak, hogy lehet tenni. Például aki küldesz 10-et, lehet tenni, nincs visszajelzés. De az azért érdekes lehet, hogy 20-at kiküldtél például, és csak 2-re jeleznek. Nem, még az se jön vissza, hogy köszönjük, hogy szóltál, tehát nem, semmi visszajelzés nincs. Én már a korábbi képviselőtestetén is elmondtam, én nagyon lennék annak, hogy lenne a kérdésbe elmozdulás, és én úgy érzem, hogy volt is. Ugyanis voltak már a pályázatok, amelyek az önkormányzattal közösen, konzorciumban esetleg, vagy együttműködve, vagy akár úgy is, hogy már civil szervezet valósította meg részben, de önkormányzat pályázatlásban, mint testvértelepülési pályázat, tehát tud működni a dolog. Amit nagyon fontosnak tartok még elmondani, és én azt is szerintem eljutnám oda majd jutni, hogy esetleg az önkormányzat valamelyest egy kicsit segíteni is tudna. Rendszerint ezek azért nem annyira bonyolult pályázatok, ezek a kisebbek, tehát azért ezeket meg lehet csinálni. Ugye erre sok példa volt, van a szándék, megvan. A másik pedig, én nekem van egy olyan javaslatom jövőre nézve, hogy hozzunk létre majd, ezt nem kell formális testületnek nevezni, de én nagyon szeretném, ha létrejönne egy úgynevezett civil szervezetek tanácsa, és időként akár az önkormányzat, vagy akár a képviselőtestület is, illetve a civil szervezetek vezetői egy asztalhoz ülnének, és bizonyos közéleti kérdéseket meg tudnánk egymással vitatni, és nagyon sok segítséget tudnánk kapni egyébként. Nem úgyis rengeteget kapunk, én erős nagyon szépen köszönöm a civil szervezeteknek a támogató munkáját, és én azt gondolom, hogy nyilván elünk közmérten eddig is, és ezután is megpróbáljuk őket támogatni. Annak külön örülök, hogy Balatonbenyben a lakosság számhoz képest egyébként feltűnően sok a civil szervezet, ami egy kedves tehet tulajdonképpen az önkormányzatnak. Ebből nem mindenki kér támogatást, ezt is szeretném jelezni. Alapvetően azért azt nagyon fontos elmondani, hogy nyilván az önkormányzatnak nagyon sok feladata van, és ezeknek a feladatoknak a jobb minőségű elvégzésében a civilektől sok segítséget kapunk. Meg hát nyilván közösséget szerveznek, ami különösen nagy teljesítmény, azt gondolom. És azt sem szabad elfelejteni, hogy a pénzügyi támogatáson túl az önkormányzatunk ugye helyiségekkel, művelődéssel, egyebekkel is igyekszik támogatni az egyesületeket. Tehát a rendezvényeiket nyugodtan ide tudják hozni, és hát más módokon is szerintem, amivel csak lehet, hogy
igyekszünk őket támogatni. Tehát az a kérdésem, hogy ne csak a pénzügyi támogatást tekintsük támogatásnak, hanem minden egyéb dolgot. És még egyszer nagyon szépen köszönöm minden civil szervezetnek a munkáját. Köszönjük ezt a kiegészítést, nagyon fontos volt. Azt gondolom, hogy valóban nem csak a pénzről szól, hanem minden szakmai és egyéb módon támogatjuk az ő tevékenységüket, és támaszkodunk is rájuk, és igénybe is veszünk a... Így van, és bocsánat, még annyit próbálást teszem, nagyon köszönöm neked azt a gyakorlatot, amit meghonosítottál az elmúlt időszakban, hogy az önkormányzati rendezvényekre meghívod a civil szervezetek vezetőit, szerintem ez egy nagyon szép gesztus, és sokan el is jönnek, és ez meg szintén egy nagyon szép válaszgesztus, és nagyon szépen köszönjük, én azt gondolom, hogy ennek így kell működnie. Jó, akkor miután nincs más javaslat, a pénzügyi bizottság javaslatát terjesztem föl szavazásra. Aki egyetért ezekkel az összegekkel, ezekkel a pénzügyi támogatásokkal, kérem, hogy készfeltartással. Kérdésem lenne, hogy a sport egyesületnél a járművel kapcsolatban. Igen. Hagyjuk az egyesületnél a járművel. Az most nem téma, az most nem téma, jó? Most csak a támogatás összegét tudjuk megszavazni. Hogy a gépkocsival, a gépjárművel mi lesz, az majd akkor egy következő menetben megtárgyalnánk, jó? Érinti valamilyen szinten, mert ugye az egyik támogatás... Hát egyelőre most menjen a támogatás a gépjárműre is, aztán ha visszavesszük a gépjárművet, akkor újra tárgyaljuk a támogatási összeget is, jó? Volt már idén, ugye március végénél járunk, tehát volt már költsége a gépjárműnek, úgy tudom, úgyhogy valamennyit el tudnak erre az időszakra már számolni ebből az összegből majd. Jó? Igen? Csak kérdezném, hogy sportegyesület hogy viszonyul ehhez a kérdéshez? Nyitottak. Ezt én a szerdai nap, tegnap volt szerdai, igen. Én ezt felvetettem az elnök úrnak, és ő nyitott meg erre. Megtárgyaljuk majd, jó? És akkor döntünk róla. Egyelőre akkor most maradunk a költségvetési támogatás mellett, mint téma. Jó, tehát akkor még egyszer, aki a pénzügyi bizottság javaslatával egyetértve támogatja ezekkel az összegekkel, hogy civil szervezetünk 2024 évi működéséhez hozzájáruljunk, kérem készfeltartással egyhangúan. Jó, köszönjük szépen. Tovább, közbeszerzési tervünknek az elfogadása lenne a következő napirendi pont. Hát két közbeszerzésünk lenne erre az évre, ugye ez a két elnyert támogat pályázati projektnek a megvalósítása, egyik az orvosi rendelő felújítása, a másik a Miseont felújítása. Ezeket szerepeltetjük a közbeszerzési tervben. Ezt kellene jóvá hagyni, nem tudom, jegyzőasszony, akarsz-e valamit még ehhez? Amennyiben beesne valami újabb, valami újabb magas összegű megvalósítási lehetőség, megvalósítási beruházás, akkor azonnal módosítjuk, kiegészítjük, igen, úgyhogy jó, akkor szavazhatunk pénzügyi bizottság tárgyat. Igen, pénzügyi bizottság tárgyat, és javasolja elfogadásra ezzel a két közbeszerzés. Jó. Aki egyetért ezzel a javaslattal, készfeltartás. Megvan, egyhangúan. Akkor már is a 8. napi rendi pontnál tartunk. Ez egy helyi humánfejlesztések című pályázati felhívásra pályázat benyújtása. Erről már sokat beszéltünk. Ugye az előző testületi ülésünkön elvileg hozzájárult a képviselőtestület. Április 30 a benyújtási határidő, kidolgozás alatt van a pályázat. Három nagy témakörre építenénk fel a pályázati programot. Lenne egy kulturális programok rendezvények, egy sport témájú rendezvénycsokor és egy egészségügy. Prevenció, egészséges életmódra nevelés, ezzel kapcsolatos edukációs programok. A célcsoport a kisgyermekes családok, az időskorúak, és
és a sport szempontjából meg mindenki. Tehát, hogy ezt próbáljuk egy kerek egész programba belefogalmazni, beleépíteni. Része lenne például a falunapi rendezvényünk, része lenne két olyan nagy rendezvény egésznapos, ami az kisgyermekes szülőknek egy szülők ünnepe és egy szülőkháza mobil program, lenne szűrővizsgálat, egészségügyi programokkal színezve, tehát lenne nyári tábor a gyerekeknek, kétszer egy hetes nyári tábor a Múltházban, kézműves foglalkozással, néptánc programokkal, kis növénykert rendezgetés, tehát minden, ami a ház körüli életmóddal, környezettudatos gondolkodással kapcsolatos, egészséget segít, tehát ilyen típusú programokat tervezünk bele. Civil szervezeteink közreműködésével, mindenki felajánlotta a közreműködését, segítségét, a konzorciumi partner a Nyugdíjas Egyesület lenne, a többiek pedig megvalósítóként, vagy egy-egy program elemnek a kivitelezésével működnének közre. Tehát, hogy így, nagyjából így épülne fel, és olyan nagyságrendileg 30 milliós forint lenne a benyújtandó pályázati igény. Ennél többet most nem tudok róla mondani. 2 évre tervezünk. 2 évre. Ugye kitolták a határidőt. Tehát volt egy február 28 benyújtási határidő, amikor azt hittük, hogy már ez az év is játszik, de mivel így kitolódott a határidő, így a 25-26-os évre tervezünk elsősorban. Igen. Úgyhogy sok ilyen bizonytalansági, meg módosított tényező van a dologban, ezért is húzódik ennyire nehezen, vagy áll össze nehezen a program, meg hogy ilyen sok szereplős, tudod, és minden programelemet lebontani az utolsó ásványvizit, úgyhogy borzasztó körülményes, nehezen áll össze tényleg, de dolgozunk rajta, nem tudok más mondani, úgyhogy ennyi benne. És akkor a határozati javaslat. Igen. Van egy erre szakosodott cég, akivel iratnánk, és nem csak, hogy megiratnánk, hanem a teljes lebonyolítását, tehát az utolsó papír beszámolónak a elkészítései mindent vállalnának. Sikerdíjért, tehát hogyha nyert a pályázat, csak akkor. És bocsánat, én csak azt szeretném megkezdeni, hogy a sikerdíjat azt a projektből számolnánk el. Igen. Másrészt, igen. Esetleg versenyeztetésen nincs ez szükség. Nincs. Igen. Egyik kérdésem, nem is megkaptam a választ. A másik meg az, hogy itt a bizottsági ülésen jegyző az, hogy volt egy ilyen észrevétel, hogy a egyesület, a nyugdíjas egyesület, ez lehet-e konzorciumi tag? Lehet. Kifejezetten így szól a pályázati felhívás, hogy igen. Nagyon a civil szervezetekre épít, igen. Önkormányzat önállóan is pályázhat, társulásban is pályázhat, megyével konzorciumban, más önkormányzattal konzorciumban, civil szervezettel konzorciumban, oda-vissza keresztbe kasú konzorcium. Tehát, hogy bármilyen konstrukció felállhat. Igen. Ja, jó. Ez egy ilyen. Itt a felhívás egyébként becsatoltuk az előterjesztés mellé, tehát ebből látszik minden. És a gyakorlati lebonyolítást, azt ki lesz a felelőse? Amíg nem került kiválasztásra a projektmenedzser. Tehát kell egy háromtagú, egy szakmai vezető, egy menedzser, meg egy pénzügyes. Tehát ha majd nyer, akkor... De ők akkor kívülállók lennének, vagy? Azt meg lehet hívni.
hirdetni, hogyha keresünk megfelelő embert, akkor ha tudunk belülről, pénzügyesre van javaslatunk, szakmai vezetőre, meg projektmenedzserre még nincsen. Még odáig nem jutottunk el. Egyelőre álljon össze a program, és akkor. A döntés csak arra szól, hogy egyáltalán részt vegyünk-e a pályázaton, meg hogy elkészítsük el a terveket. Csak ennyi. A többi majd a holnap baja lesz. Igen. Nehéz a konzorciumi partnerség, tehát egy másik településsel, ezt tapasztaljuk így a top pluszos pályázatokban is, a megyével való együttműködést, meg ugye Vörs is benne van ebben az orvosi rendelős felújításban, tehát nagyon nehéz együtt egyszerre időben összehangolódni, szándékban, döntésben, munkaintenzitásban, tehát hogy nagyon nehéz dolog ez, tehát azért én nem terjeszkednék más települések felé, tehát nem azt gondolom, hogy ezt így településen belül és a saját civil szervezeteinkkel meg fogjuk tudni oldani. Igen, először nyerjünk aztán. Jó, van-e kérdés még? Nincs. Szavazunk. Jó, akkor tárgyalt a pénzügyi bizottság. Igen, a bizottság tárgyalta, és hát tulajdonképpen az volt a válaszpontunk, hogy a mai testületi ülésen még szükséges információkat meghallottuk, és akkor ezek ismeretében támogatjuk a pályázatnak a benyújtását. Tehát amit most megkaptunk, ezeket az információkat csütörtök, illetve kedden nem láttak rendelkezésre. Igen, még annyi, hogy nagyon kevés eszközbeszerzésre ad lehetőséget az a pályázat, tehát inkább a rendezvényeket végző, bonyolító szakértőknek a díjazását, vagy közleműködőknek a díjazását preferálja, de azért van egy kis eszközbeszerzés, itt már a múltkor mondtam, hogy ilyen sörpad garnitúrákat, meg színpad hangosítás, technika, ilyesminek a beszerzésében gondolkodunk. De akkor ez nem fogja érteni az idei rendezvényeinket már? Hát, most figyelj, április 30 a beadás, mire ebből döntés, mire a döntés után pénz, szerintem nem. Ami is cselekvési terv kell. Igen, programterv, és azt ugye utána kell még benyújtani, hogy elfogadjuk. Igen. És nagyon hosszú időnk ezek. Igen. Én annak örülök, hogyha idén a döntéstől kapunk egy értesítést. Van-e még kérdés? Nincs. Akkor szavazzunk, jó? Aki egyetért, készfeltartással. Egy hangban. Jó, köszönjük szépen. Jó, következik a beszámoló. Egészségügyi szolgáltatóinknak a beszámolója a 2023 évi házi orvosi ellátásról és a védőnői tevékenységről. Akkor kezdjük a védőnői tevékenységgel. Jó, hogy Ági jelen van, hogy akarod-e kiegészíteni esetleg a beszámolódat, vagy... Nem is tudom, hogy mit is tudom. Én akkor addig mondanám, jó, hogy nekem az rajzolódik ki összességében, hogy örvendetes módon, legalábbis számomra úgy tűnik, hogy minthogyha a gyermek létszámban egy kicsit növekedésnek indult volna a településünk. És ez az éppen.
és ebben az évben is így marad. Te már ezt látod. Tehát, hogy a gondozott várandósoknak a számából, meg a megszületett gyermekek számából nekem az rajzolódik ki, hogy itt valami nagyon pozitív tendencia indult meg, és hogyha az 1-3 éves korosztálynak a létszámát nézem, ugye 15 főt olvasok ki a beszámolóból, ez azt jelzi, hogy nem megalapozatlan az az elképzelésünk, hogy előbb-utóbbi bölcsödére lenne szükség. És éppen tegnap volt a Balaton-Szentgyörgyi bölcsöde kapcsán egy szakmai nap, amikor a szakértő, akit az intézmény vezető asszony meghívott, elmondta, hogy az a tapasztalat, hogy mindenütt a településeken, ahol nyílik bölcsöde, 2-3 éven belül beindul az a népesség növekedés, ami hosszú távon megalapozza és pozitív irányba fordítja a demográfiai összetételt. Tehát, hogy öngerjesztő folyamattá válik pozitív értelemben az, hogyha egy ilyen típusú napközbeni gyermekellátás biztosító szolgáltatás működik, és 15 főre már azt gondolom, hogy lehet tervezni, és hogyha ez még tovább nő, akkor meg egyszerűen kell foglalkoznunk ezzel a gondolattal, hogy meg kellene oldanunk ennek a korosztálynak, korcsoportnak, és hát ugye a gyermekes anyák munkavállalási megkönnyítését, tehát hogy kell gondolkodnunk abban, hogy valamilyen gyermekek napközbeni ellátását itt helyben is biztosítsunk. No, ez az első gondolat, ami a beszámolóból úgy engem, vagy bennem kialakult, és akkor a beköltözők, ugye a beköltözőkből adódik ez a elsősorban a gyermekszámolókedés. Ott inkább az általános iskolai létszámot emeli, szerintem. Tehát hozzám van beköltözés, nem azt mondom, de az nem emeli, mint mondjuk egy általános iskolai. Tehát ott már inkább tehát olyan családok költöznek, ahol már általános iskolás gyerekek vannak többségében. Van olyan család is, ahol egy-három éves, vagy bevállalták a másodikat, vagy harmadikat, de ez az kevesebb összességében. Nekem egyébként a legszomorúbb, hogy van ez a mozgó szakorvosi szolgálat, az MSS, minden hónapban kiáll egyszerű gyerekorvos, és hogy minimálisan veszik igénybe. Ide jön, helybe jön, éppen jövő hét kedden jön, csak le kéne jönni. Meg fog szűnni. Nem fogja érteni. Hát ez egy olyan kényelmes cucc, fizetni se kell érte. Igen, meg fog szűnni, nem fogják finanszírozni, és több emberért nem fogják. A másik, ami nagyon viszont mi tehetnénk ez ügyben? Tehát, hogy van-e valami olyan, ami rajtunk mert van, aki azt mondja, hogy neki a gyerekorvos a Keszthelyen van, és akkor oda hordja. Tehát elviszi Keszthelyre 10-valahány kilométerre, mint oda esetleg ide lejön is. És nagyon jó szakember. Marcaliból az Ahmed doktor. 1000 éve gyerekorvos kérdés. És hallottam még így. Azt még engem is szerintem. Igen. És nagyon nagy mindent nem lehet megteszteni, minden. Jöjjenek be, megcsinálom. Igen. Nem. Például ott az a megcsinálom, de azt a szolgáltatást. De már. Hát de már. Én igen. Meg a két helyét vagyok itt. Persze, nyugodtan. Jó, van. A gyerekeket 11 óra. Most kapott oltást kedvet. A másik, ami nagyon szomorú, amit mondtam bizottságülésen is, hogy ez a prevenciós szűrés. Ez a komplex nőgyógyászat, népegészségügyi szűrővizsgálat. 152 fő kapott behívó levelet, és 29-en mentek el Kaposvárra, hogy jöttek el Kaposvárra. Egy napon el lehet menni nőgyógyászati rákszűrésre, mammográfia vizsgálatra. Ezt mi egy napon nem tudjuk magába, vagy egyénileg lerendezni. És nem, busz viszi, busz hozza a hölgyeket. Nem tudok mit csinálni. És az, amit még szeretnék mondani, hogy ez eddig 45 és 65 év között volt. Most gondolkodnak azon, hogy kitolják 40 és 70 év
közé, mert egyre több a fiatalabb emlőrákos, illetve emelkedik az idősebb korosztályban is az esetszám. Hát nem tudunk mást, mint továbbra is biztosítjuk a lehetőséget. Időben, amennyire tőlünk telik, ugye, ahogy megkapjuk a lehetőséget, igen. Közzétesszük, felhívás, szerződésünk, mert meg lehet szervezni tényleg. Meg hát hozzám is jöhetnek rákszűrésre, mert én is megcsináltam. Tavaly éppen egyetlen egy hölgy jött el. Hát ez valóban. Tehát itt is megbeszélünk egy időpontot, bezárom kulcsra az ajtót, oda senki be. Tehát egy nem futószal legszerűen, hanem intim környezetben. És nem. Igen. Nem tudom, mit lehet tenni. Talán majd ezek a rendezvényeink egy kicsit, hogy jobban felvilágosítjuk, vagy többet beszélünk azokról a betegségekről, amelyek itt szűréssel megelőzhetők. Meg ha elmarad a szülés, annak milyen következményei, kockázatai lehetnek. Tehát, hogy nem lehet eleget beszélni, de kell minél többet, hogy vagyunk Európában, elhanyagoljuk nagyon, és én amit egy kicsit nem értek meg, hogy ez mindenkinek nem természetes, hogy létezik ilyen program. Ezt induljunk el Közép-Európa, vagy Nyugat-Európa felé, ez minden fizetni kell. Így van. Tehát ez nem ingyenes szülés, ez, hogy állj az állam, ez egy hatalmasnak plusz, és tényleg, hogy így le van ezek is szervezve, nem tudom, tehát ez a tipikus felfogás, hogy amíg nem fáj, nem megyek orvoshoz, ezt egy kicsit szerintem ki kéne lenni a fejből, és tényleg a prevenció az a legfontosabb. Szerintem ebben nem csak az mondanám, hanem az is, hogyha ingyen van, akkor nincsen értéke. Ez jó sajnos, igen. Hát ebben az ügyen van. Hát csak az kellene, tehát, hogy tudatosítani, hogy még mindig olcsóbb a megelőzés, mint egy betegségnek a kezelése. De még nem ijed meg valaki. Hát igen, csak meg sokan, nagyon sokan félnek, hogy nehogy valami kiderüljön, mert... Na jó, de ez a strusz politika nem vezet sehova. Akkor is ilyen az ember. Akkor is ilyen. Jó, köszönjük szépen. Akkor a házi orvosi beszámolót nézegetem, nincs itt a házi orvosunk, hogy ki tudná egészíteni, vagy további információkkal tudná a munkánkat még megtámogatni, de azt gondolom, hogy elég sok minden benne van a beszámolóban. Ugye felemlíti azt is, hogy április 1-től változás várható a fekvőbeteg ellátás és a járóbeteg szakellátás tekintetében, hogy hova fogunk tartozni, milyen szakmáknál melyik lesz a kijelölt ellátóhely, úgyhogy ez ügyben még nyilvánvalóan érkeznek információk, amelyek majd kialakítják a mi rendszerünket is. Úgyhogy ezekre egyelőre nem tudunk. Igen. Nekem itt a doktor úr beszámolójában azt tűnt föl, hogy a magas vérnyomás, illetve a mozgásszervi munkabetegedés milyen magas arányban van a településen. Tehát hihetetlen. Nekem meg azt tűnik fel ebből, hogy a bölcsőde nagyon fontos, de az idősebb otthona is az lehetne. Hát az idősek otthona ugye az egy bentlakásos elhelyezést nyújtó 0-24 órás inkább fekvő ellátás. Tehát annak az első, tehát az idős ellátásban az ellátásnak az első lépcsője az az idősek nappali ellátása, ami ugye van elvileg a településünkön, de mégis nagyon kihasználatlan, így igaz. Tehát, hogy nem veszik igénybe még a meglévő szolgáltatásokat sem, vagy csak nagyon kevesen. Tehát, hogy elsősorban azt kéne szorgalmazni, hogy ott vegyék igénybe az idősek klubjában, az idősek nappali ellátásában az elérhető vagy lehetséges szolgáltatásokat. Aztán utána gondolkodjunk abban, hogy idősek otthona esetleg, de
ugye az egy nagyon, nagyon magas költségigényű és nagyon intenzív ellátást biztosító szolgáltatás, tehát hogy először az alapszolgáltatásokat kellene minél nagyobb számban igénybe venni. Jelenleg 5-en vagy 6-an vannak a faluban, akik otthonban vannak. Igen, akartam, hogy ameddig az alapellátás, vagy ez az nappali ellátás, az egy sarkító, kvázi szabadidős foglalkozás, addig azért az idős otthon az egy, az átmegy beteg ellátásba. Hát az inkább, tehát teljesen más a motivációja, az ott már kapod az ember, szükség van rá egyébként, tehát ez nem úgy van, hogy átmegyek egyikből a másikba, és arra kevesen gondolnak, hogy mondjuk már nem a demens szakaszba kellene azt igénybe venni, mert akkor már késő. Mert hát hely sincs kapacitás az otthonunkra. Jó pár évig benne voltam a szakmában itt a környéken, és a különböző szolgáltatások azok, aminek nagyon nagy kereslete van. Tehát itt az ilyen bevásárlás, otthoni tornák, stb. Tehát egy ilyen lehetne gondolkozni hosszú távon, hogy ezt önkormányzati szinten erre utána kell nézni, ott, de talán még van is erről nekem itt tanulmányom, hogy vannak önkormányzatok, akiknek ezt valahogy meg tudták oldani, hogy ilyen szolgáltatást tudjanak adni, és nálunk azért, ahol ilyen magas arányában vannak az idős lakosok, ezen érdemes lehetne elgondolkozni. Annyi, hogy az nem államira finanszírozott, hanem az mindenki privát finanszírozza. Viszont a családi hozzátartozók, én sehol nem láttam, hogy problémát, hogy ez finanszírozzák, tehát ez szokott lenni. Most nem akarnék mélyebben beszélni. Igen, meg nem ez a témánk, ugye, tehát hogy ne nyissuk meg ezt a felületet, ezt a témakört, de valóban kellene erről beszélgetnünk, igen. Nekem még ezzel kapcsolatban a háziorvosi beszállóról egyetlen egy kérdésem lenne, hogy itt látom, hogy a feladatok köznek az egészségnevelés benne van, az arról kaphatnánk valami információt, hogy mi volt az a tarékban, ami önállami egészségnevelés. Ezt én nem tudom megmondani. Gondolom nem is hozzám jött a kérdés. Nem, ez így. Ugye arra készültünk, hogy tiszta doktor úr megjelenik itt. Én megkérdeztem volna szívesen, esetleg nem tudom. Lehet, hogy rendelési időben. Ez az egyéb feladatok között szerepel. Nyilván ez kiegészítése a beteg. Tehát a beteg megjelenése során a beszélgetésnek része az, hogy... Nyilván. Igen. Én picit másodról fognám megmondani. Tehát sajnos az egész Balaton régió, és nem még egy sírfogi konferencia, az elég jól elvilágított. Az egész Balaton régiónak óriási problémája ez, hogy nagyon magas országos átlagoknak több mint duplája az időskorok aránya. Ahogy az is miniszter foglalkozott a Magyar Florida. Így van. És tulajdonképpen ezzel a problémával mi is küzdünk, de azt szerintem nem gondolja senki már komolyan, hogy egyrészt egy idősek otthon az önkormányzati feladat lenne annak a megvalósítása. Se ereje, se szakértelme nincs az egy önkormányzatnak. Másodszorban senki nem gondolja lenni egy idősek otthon Balatonberényben, abban mondjuk Balatonberények lennének feltétlenül. Tehát azért egy Balatonparti idősek otthona van egy-kettő, meg lehet nézni az otthoni költségeket, hogy milyen, és azért a magyar minimális díjat igencsak meghaladott. Tehát azért egy komolyabb idősek otthonában a havi díj az ilyen... Ne is menjünk el. Azért mondom, hogy sajnos ez pont azt a réteg nem fogja tudni ezt elérni, aki egyébként erre szociálisan rászorulna. Nekik marad csak az állami ellátás, és hát nem rossz az állami ellátás. Én nem mondtam, hogy rossz. Én egyházi van, tapasztalatom, és jó volt. Én csak azért mondom, hogy bárki ki csinálna itt egy ilyen otthont, én nem, sajnos nem biztos, hogy feltétlenül helyek kerülnének oda, csak ennyit szerettem mondani. Ezzel csak annyit hadd mutatkozok, hogy a lakóhelyemen az önkormányzat alapított egy ilyen otthont, és ott az kikötés, hogy elsősorban helyen és a szabad kapacitás felére vehet. Így van, ezt lehet mondani. Tehát meghatározhatja az ellátási területet, hogy
ki honnan fogad, lakókat az intézmény. Igen. Na mindegy, de tényleg nem megyünk bele ebben, mert nagyon, ez egy szakma, ez egy nagyobb. Nagyon-nagyon merült sok szabálya, úgyhogy ezt most már részletezzük ki. Ezt ötösen hallottam, megígérem. Nem biztos, hogy... Jó, akkor a beszámolókkal kapcsolatban van-e még valakinek kérdése, kiegészítése, hozzászólása? Elfogadjuk. Kérem, hogy a Szociális Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Akkor kérem, hogy a képviselőtestület, aki egyetért azzal, hogy fogadjuk el a beszámolókat készfeltartással. Te is szavazzál, igen, mert egybe szavazzuk a házalmazosít, igen, igen, egyhangúan, akkor köszönjük szépen. Megvan, és további jó munkát kívánunk, és sok-sok szűrővizsgálaton megjelent klienst, pácienst. Jó, következik a tűzoltóság beszámolója. Keszthelyi hivatásos tűzoltóság leadta a 2023 évre vonatkozó összefoglalóját, beszámolóját, amiből az derül ki, hogy a Balatonberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel is szoros az együttműködés, és ez nagyszerű hír, azt gondolom nekünk. Kérdezem, hogy van-e észrevétel. Szavazhatunk-e róla? Nem jelzett senki, ugye a tűzoltóság részéről, hogy jönne, vagy kiegészítést kívánna ahhoz tenni. 8 tűzeset egy mi lehet? Kezdőt a látvétektől. Igen, azt nézd. Hát volt ugye egy nagy, itt a bekötőnél, így van. Igen, azt ez egyedül. És akkor, hogy közigazgatásra ide tartozik, akkor édesúrral? Igen, ez a hat. Meg lehet, hogy mi volt világvárgyúzás a kérdésében. Hát azt nem tűzesetként szerintem. Ez esőt. Esetként, abban biztos, hogy benne, abban benne vagyunk, igen, ha nem tűzesek, hanem csak eset, itt voltak segítettek egyébként, amikor most akartam, hogy nem volt, és volt is egy olyan sútó, hogy volt is. Hát meg égett csak egy utolsó nyáron is. Igen, tényleg leégett az autó a nagy parkolóban. Összejön a nyolc. Sőt. Köztudomás volt. Nehogy mi többet számoljuk. Jó, mi az, ami még Berényi vonatkozású így a beszámolóból, hogy lakástüzek, szabadtéri tüzek, hulladékégítési rendelet, ugye azért az felülvizsgálatra kerül minden tavasztal. Jó. Ezt az együttműködést, ezt gondolom évente megújítják az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, meg a hivatásos tűzoltók közötti együttműködést. Úgyhogy remélem, hogy a mi önkénteseink tovább őrzik ezt a kapcsolatot. Jó, aki elfogadja a beszámolót, kérem készfeltartással. Megfagyunk egy hangon, köszönöm. És akkor jön a pénzügyi bizottság beszámolója. Utána meg felkészül a Szociális Bizottság. Lányozom. Hát nem tudom, hogy van-e esetleg észrevétel kérdésekkel kapcsolatosan. A pénzügyi bizottság 11 soros nyilvános és 5 rendkívüli nyilvános ülést tartott 23 évben, és 171 határozatot hoztunk. Tehát a képviselőtestület ülés és előkészítő szereplétől tudtál a bizottság. Tehát valamennyi testület, illetve napirendi pontot tárgyaltuk, és
nincsenek. Ez ugye a két utolsó bizottsági ülésünkön viszont a jegyzőnő javaslatára már egy kicsit hurtítottuk, tehát nem valamennyi napi rendet tárgyalta a bizottság, csak mint a hatáskörébe, a SMS szerint is hatáskörébe tartozik. Tehát aztán azokat a napi állapotokat tárgyaltuk. A valamennyi bizottság ülésen határozott ki a sort a bizottság, tehát nem maradt fel bizottság ülésünk. Egyik kívánok kiegészítésként ez visz napban kérdésünk. Jó, azt azért továbbra is hangsúlyozni szeretném, hogy a pénzügyi bizottság megnevezést használjuk, mert ugye ez a rövid név, de a pontos neve pénzügyi, településfejlesztési, környezetvédelmi és idegenforgalmi bizottság. Tehát, hogy ennyi minden témakör tartozik a bizottság kompetenciájába. Tehát, hogy nem csak pénzügyekről beszélünk, hanem a település egészét érintő mindenféle más témakörökről is. Jó, van-e kérdés? Szavazhatunk? Jó, aki elfogadja a beszámolót készletartással, meg vagyunk, köszönöm. És akkor a SZEPO bizottság, ami szociális, kulturális, egészségügyi, kulturális, oktatási bizottság. Igen, hosszú. Igen. 19 ülést tartottunk 2023-ban, nyilvános ülés 8 alkalommal volt, zárt ülés 11 alkalommal. Ami nekem a legszembetűnőbb, hogy a rendkívüli települési támogatásoknál igényelt 29 fő, a 2022-es évhez viszonyítva, ami 47 fő volt. Ez annak tudható be, hogy ugye módosításra került a rendelet, és szerintem ebből azért látszik, hogy pozitív irányba. Hát nézőpont kérdése. Nézőpont kérdése. Igen. És akkor ilyen rendkívüli települési támogatásokról, gyógyszertámogatásról, Borsza-Hungarika ösztöndíjról, iskolakezdési támogatásról, 65 év felett támogatásáról, karácsonyi csomag a szociálisan rászorulók részére, szociális tűzifa támogatás és önkormányzati tűzifa támogatás körökben hoztunk kérdéseket. Jó. Én azt szeretném megkérdezni, hogy látja a Szociális Bizottság, hogy a jelenlegi támogatási formák elegendőek-e, nagyjából lefedik-e azt a szükségletet, ami mutatkozik a településen, vagy felmerült esetleg, hogy valami új támogatási formával kellene hiánypótló lehetőségként támogatást nyújtani. Tehát vannak-e olyan szükségletek, olyan típusú szükségletek, amelyekre nem tudunk reagálni, és kellene, hogy valami más támogatási formánk is legyen? Hogy... Nem tudom, azt nem gondolnám, inkább át kellene gondolnunk az iskolakezdési támogatást. Megint? Igen, illetve a jövedelem határokat. Igen, hogyan, vagy milyen irányba csak? Tehát hogyan? Várjál, mindig bele kell emelni. Tehát, hogy szélesebbek legyenek a hálón, a szociális hálón. Tehát szélesebbre nyitnia, hogy több emberre férjenek. Igen. Értem. Kérdésebben fogjuk. Mert a következő alkalommal napi renden lesz a szociórendeletünknek a felülvizsgálata, úgyhogy azért is kérdezem, hogy akkor milyen irányba gondolkodjunk, hogyan nézzük. Igen. Nagyon fontos lenne, főleg a mai információtengerben azt valahogy megvalósítani, hogy azok az emberek, akik ugye kapják ezeket, vagy rendszeresen kapják ezeket a különböző támogatásokat, hogy egy picit próbáljuk meg arra sarkalni őket, hogy valamelyest a kezünkbe vegyék a sorsukat. És bocsánat, egy picit haza fogok beszélni, mert tegnap éppen egy somogyi településen, egy belső somogyi településsel jártam, ott a Roma Önkormányzat meghívására. És ők például azért kerestek most meg minket, hogy általános iskolai végzettséggel sem rendelkező embereknek szervezzünk képzést.
Hadd mondjam el azt, hogy ma a magyar állami szakképzésben létezik egy úgynevezett bubbantó program, ami körülbelül 4-5 hónap alatt, attól függően milyen bemeneti szint, eljuttatja az illetőt odáig, hogy tulajdonképpen kompetenciákat fejlesztve, hogy be tud iratkozni egy úgynevezett műhelyiskolába. Tehát ma Magyarországon, akinek van mondjuk 6 elemje, 6 általánosra vagy 7, az egy év alatt el tud odáig jutni, hogy a dobbantó program befejezésével, illetve a műhelyiskola befejezésével lesz egy általános végzettséget igazoló papírja, illetve egy részszakmát igazoló dokumentuma. A részszakma viszont feljogosítja arra, hogy az állami szakképzésben teljes szakmát szerezzen, és jó esetben felnőtt képzési szerződéssel, intenzív képzés esetén egy év alatt, de egyébként másfél év alatt egy teljes szakmához tud jutni. Tehát valaki mondjuk 6 osztályról két és fél év alatt el tud jutni odáig, hogy szakmány lesz. Mindezt ingyenesen. Ezt nagyon fontosnak tartom elmondani. Vannak olyan önkormányzati partnereink, ahol egyébként a polgármesterek hordják be képzésekre. Hadd mondjak el, Balatonbogláron kerti munkás képzésünk van. Bejöttek ezek az emberek még általános képzettség nélkül, vagy csak 8 általánosa. Annyira jó, hogy ha egy 8 általánosa van csak, akkor utána a dobbantókon nem kell elvégezni, rögtön a műhelyiskolába jöhet. A műhelyiskolában pedig az a lényeg, hogy gyakorlatok keresztül oktat. Tehát például, akinek 8 elemje van most itt a települési üzemeltetésnél, bejönne hozzánk, akkor néhány hónap alatt legalább kerti munkássá képeznék, ha pedig úgy dönt, hogy mondjuk kertész akar lenni, akkor ez felnőtt oktatásban nagyjából egy év alatt meg tudná szerezni a teljes szakmát. Nyilván ez kell egyfajta elhivatottság, de pont ezért próbálunk nem csak mi a magyar állami szakképzés minden szereplő olyan pedagógus gárdát biztosítani, hogy ők valóban fejlődni tudjanak. És én azt gondolom, hogy azon kívül, tehát én nem csak halat adnék, hanem hálót is, ahogy ő ezt a kicsit talán elhasznált szólásmondást vessen be. Tehát ilyen lehetőséget is szerintem. Vagy például azt látom én magam, mert én magam is többször segítek ilyen embereknek, hogy például a Marcainkban való eljutás, mondjuk egy kormányokban való eljutás, egy ügyintézés sokszor hihetetlen kihívást jelent ezeknek az embereknek, és ebbe is kell nagyon-nagyon sokszor segítség. Én nagyon hiányom a települési ügyseget, hogy sajnos már nincsen. Nagyon jó volt egyébként nagyon sok embernek. És én ezért mondom, hogy most, bocsánat, egy kicsit elrugaszkodtam konkrétan a segélyektől, hogy ezek is fontos dolgok lennének, hogy ezekben próbáljuk meg ezeket az embereket megszólítani. Én magam a képzés oldalt tudom mondani, ebben nagyon szívesen segítek, mert vannak lehetőségek, és még egyszer mondom, vannak is olyan települések, hogy kormányzatok vállalatok, hogy kezeljenek. És egy pályázat is van ellen. Jó, tehát akkor és ugye ez az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés kapcsán is felmerül, vagy fel fog merülni a jövőben sokkal inkább, hogy eljuttatni oda a szolgáltató helyre az, aki egyébként nem képes utazásra, vagy nem tudja megfizetni az utazást. Tehát hogy nekünk ebbe lesz, azt gondolom, szerepünk és feladatunk. Úgyhogy ha majd az a busz esetleg visszakerül az önkormányzathoz, akkor el lehet gondolkodni azon, hogy milyen célra, hogyan használjuk fel ezt félretéve, de nem elfelejtve ezt a gondolatkört, akkor térjünk vissza a beszámolókra. Bocsánat, most még ez csak igen. Annyit is tényleg akkor meghozni az időt, de például, amit a Tági elmondott itt, vagy csak képviselőasszony elmondott itt, egészségügyi szűrések nincs meg a kulturálisan is Magyarországon, egy bizonyos réteg, ez a helyzet, nem csak ennek, sok minden másnak. A pénzügyi tudatosság megvan, a kulturája nincs meg. Nagyon sok mindennek nincs meg a kultúrája. Ebben az oktatás is tudás, sok mindenki tud a sebben, hogy ez így van, de sajnos... Ezek fogunk változtatni majd a pályázati programokkal, jövőre már más lesz a helyzet, hogyha sikeresen megvívjuk ezt a pályázati lehetőséget. Jó. Akkor aki a Szociális Bizottság beszámolóját elfogadja, kérem készfeltartással jelezze. Egyhangúan jó, köszönjük szépen. És akkor a non-profit Kft. Ügyvezető díjazásának a megállapítása lenne a következő napirendi pont. Ugye minden munkatársunknál sikerült idén egy 10%-os bérfejlesztést végrehajtani. Ez megtörtént a Kft. Dolgozói vonatkozásában, ügyvezető úr kivételével, úgyhogy én most arra tettem javaslatot, hogy az ő bérét is ezzel a 10%-os fejlesztéssel emeljük, illetve korrekciózzuk, úgyhogy aki egyet
tudom, pénzügyi bizottság tárgyalta. Igen, a pénzügyi bizottság tárgyalta és javasolja a 10% hogy bérendben is illető úr esetében is. Jó, akkor szavazhatunk is róla, azt gondolom. Aki támogatja és egyetért készfeltartással, egy hangon. Jó. És akkor utolsó napirendi pontként egy politikai nyilatkozat gyermekvédelmi kezdeményezésre. Hát ugye legyűrűzik az önkormányzatokhoz is a gyermekvédelemnek az a fajta politikai vitája, ami megindult, és a sajton keresztül mindenki találkozhatott vele. Úgyhogy egyfajta ilyen állásfoglalásra vagy kinyilatkoztatásra szeretném kérni a képviselőtestületet, hogy a gyermekvédelem ügye a számunkra is fontos, nagyon fontos, és az önkormányzat is megtesz a saját eszközeivel és a saját hatáskörén belül mindent annak érdekében, hogy a gyermekeink védelme mindenek felett álljon, és minden ez irányú jogszabálymódosítást, minden kormányzati intézkedést támogatunk. Úgyhogy nagyjából erről szól ez a nyilatkozat. Kérem, hogy akinek kérdése van, észrevétele van. Nincs. Szavazunk. Jó, aki egyetért a határozati javaslattal, kérem készfenntartással jelezze. Egy hangban elfogadtuk. Jó, köszönjük szépen. És akkor rá is térhetünk az egyebekre. Próbálom rendszerezni valahogyan a megbeszélendőket. Ezt elmondtam. Ezt érintette a polgármester úr, amikor Navracsics Tibor miniszter úrra hivatkozva szóba hozta ezt a konferenciát, aminek az volt a címe, hogy biztonságban a Balatonon, és minden Balatonnal kapcsolatos hatóság, akinek valamilyen teendője, feladata van, részt vett, jelen volt ezen a konferencián, és számunkra pillanatnyilag valóban az a legfontosabb információ, hogy a Balaton térsége egészében, tehát most, hogyha egy ilyen kör formában képzeljük el a Balatont, akkor a Balaton partján, környezetében lakók bizony demográfiai szempontból egy nagyon kiemelt és hát így mondjam, intenzív odafigyelést igénylő réteg. Tehát az a jellemző, hogy az idősebb és nyilván anyagilag kicsit tehetősebb korosztály vásárol ingatlant és költözik a Balaton környékére, ami hát a itteni önkormányzatoknak, konkrétan a 44 Balatonparti önkormányzat számára ez egy nagyon komoly kihívást jelent, mert ugye a szolgáltatásokat nálunk veszik igénybe egyrészt, másfelől viszont ugye az ingatlanok ára megemelkedik, és a fiatalok számára nehezebben elérhetők a Balatonparti ingatlanok. Úgyhogy ez így együttesen eredményezi ezt a fajta demográfiai helyzetet, mutatót, és ezt kormányzati szinten is jól látják, úgyhogy erre készülnek is, tehát hogy ennek megfelelően. De ez ugye aztán gyűrűzik tovább, ennek rengeteg következménye, velejárója van, úgyhogy így a hatóságok számára is teendőt ír elő, vagy tesz szükségessé. Úgyhogy ezzel foglalkozott a konferencia, mert hát a megnövekedett vendégforgalommal, ami nyáron ugye tapasztalható, hogy minél inkább élhető és biztonságos legyen a nyári szezon. Jó. Egyébként a Balaton, mint olyan, tehát mint térség, ennek minden vonatkozása, ez most nagyon intenzíven téma mindenféle fórumon. A Balatoni Szövetség, aki tömöríti így a Balatonparti települések önkormányzatait is, és képviseli az összérdeket, meg tárgyaló partnerként jelen van minden ilyen kormányzati megbeszélésen, nagyon sok rendezvénye van, és nagyon sok információt közvetít oda-vissza minden irányba. Úgyhogy
nagyon sok, sok ilyen, ilyen típusú rendezvény van mostanság, és a szövetség elnöke most azzal keresett meg, hogy évfordulója lesz, 120 éves ez a, ez a szövetség, ebből a jubileumi alkalomból szeretnének könyvet megjelentetni, illetve egy nagyobb rendezvényt tartani, egy ünnepi közgyűlést tartani, aminek a költsége összesen 1.500.000 forint, amit kalkuláltak, és ehhez kérik a tag önkormányzatoknak a hozzájárulását is. Nos, tekintve, hogy a szövetségben nagyon tehetős balatonparti városok, települések vannak, akik nálunk sokkal jobb költségvetési pozíciót tudhatnak magukénak, azt gondolom, hogy részünkről egy ilyen jelképes 50.000 forintos hozzájárulás is elegendő lehet. Én ezt javaslatként megírtam, nem tudom, hogy mi a véleményetek ezzel kapcsolatban. Amennyiben ezt úgy gondoljátok, hogy támogatható, akkor, akkor kérem a borintást, és akkor, akkor ezt, a, ezt az 50.000 forintot átutalnánk a szövetségnek. Jó, és akkor jelentkezett a Veszprém Balaton Európa Kulturális Fővárosa program is, akik a Balaton térségét Európa sportrégiójává akarják minősítetni, vagy elnyerni ezt a címet, és ehhez kérik a csatlakozási szándék nyilatkozatunkat, ami azt jelenteni, hogy a cím elnyerése több előnnyel is jár a települések számára, a lakosság fizikai aktivitását, jelentős médiafigyelem irányulna a térségre, támogatná egy aktív hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítását, növelni a befektetési kedvet, sportrendezvényekkel még vonzóbbá tehetnénk a régiót, mind a helyiek, mind az idelátogatók számára. Tehát ezzel járna a csatlakozásunk, hogyha ebben részt vennénk. Egy szándéknyilatkozat tervezetet kaptam, ami mindösszesen csak arról szól, hogy, hogy szándékunkban áll csatlakozni, és nem jelent pénzügyi kötelezettségvállalást a csatlakozás. Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozat aláírása jelenleg nem jelent pénzügyi kötelezettségvállalást, kizárólag a jövőbeli csatlakozási szándék megerősítését szolgálja. Igen, valóban jelenleg van. Igen, ennyi. Aztán majd meglátjuk a következő fordulóban. Szabad csak elegezést fogadni. Csak annyi, hogy én nagyon örülök annak idején, hogy azért most akkor csatlakozott a település, de az első között a Balaton parton, és a déli parton az LKF projekthez, Európa Kultúrás projekthez, aminek azért voltak kézzelfogható következményei, látunk házpályázat, és aztán volt még itt voltak egy rendezvénypályázatok is, és én azt gondolom, hogy ha az a nagyon profi, mert általán is megismert, nagyon profi menedzsment, aki az LKF-et végigvitte, csak ha csak részben is itt marad, akkor biztos, hogy ez megint egy jó lehetőségekkel kínáló projekt lesz, úgyhogy mindenképpen fontosnak tartom a csapatot. Én is azt gondolom, hogy sokat profitáltunk ebből a Veszprém Balaton EKF-es projektből. Nagyon sok programot, rendezvényt tudtunk idehozni tavaly, ami tényleg színvonalas és sok érdeklődőt vonzott. Úgyhogy remélem, hogy a sportban is hasonlókat tudunk majd magunkénak. Jó, meghirdették a virágos Magyarország verseny 2024-et ismét, erre lehet jelentkezni. Én azt gondolom, hogy önmagában a részvétel, tehát ha nem is kapunk külön díjat, vagy nem szerepelünk a díjazottak között, akkor is egy közösségépítő és faluszépítő kezdeményezést tud beindítani, megindítani, ami mindenképpen csak hasznos lehet nekünk is. Úgyhogy ha egyetértetek vele, akkor jelentkeznénk erre a felhívásra idén is, és a részt vennénk, jó? Egy picit mozgósítanánk a falu kezünkben. Most amúgy is lesz mozgósítva, nem itt a világos szóval. Hát az csak a Holt háznak a kertjét alakítanánk ki. Tehát az oda helyi mozgósítás, hogy
kis területre, de mégis csak, aztán majd folytatjuk. Ha oda megmozdulnának, én elégséges megtartanám. Oda nagyon sokan meg fognak mozdulni, mert meglátod, én tudom már, hogy készülődnek sokan, hogy szép sok szép virágot ültessünk. Robi, mit szól oda? Robi nem készül. Na, van egy másik pályázati felhívás, aminek az a címe, hogy tisztítsuk meg az országot. Tisztítsuk meg az országot, és a Robinak volt az a javaslata, hogy van az a hulladékkupac a Kossuth Lajos József Attila végében, ami évek óta gyűlik, most már majdnem egy hegy, fel se tudjuk mérni, hogy hány köbméter. Tehát, hogy meg kéne pályáznunk, hogy hátra sikerül valami kis pénzt arra szerezni, hogy azt onnan, tehát felszámoljuk azt a, egyébként önerőből biztosan képtelenek leszünk rá. Ez az építési törmelék, és ez egy kormányzati területen. Önkormányzati területen, ráadásul közúton, úgyhogy... Igen, az bizony. Nem, közterületen van. Úgyhogy nagyon rövid a határidő, nagyon szoros a határidő, úgyhogy próbáljuk tartani, hogy minden szükséges dokumentumot beszerezzünk, tehát elkezdődött a munka ez ügyben, csak tájékoztatnám a testületet, hogy ezt tervezzük. Jó, van egy felhívás, megyétől érkezett, Vármegyétől pontosan, a kitüntető címek adományozására. Van egy prokomitátum somogyi díj, ami annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak adományozható, aki valamely jelentős eredményt hozó tevékenységével, vagy egész életművével országos, illetve nemzetközi hírű elismerést vívott ki, hozzájárulva ezzel közvetlenül vagy közvetve Somogy vármegye fejlődéséhez, jó hírnevének öregítéséhez. Ez a prokomitátó, és van a Somogy polgáraiért díj, azoknak a személyeknek, illetve kollektíváknak adományozható, akik Somogy vármegyéért és az itt élő emberekért munkálkodnak kiemelkedő eredményességgel. Ilyet kapott ugye a Mestján Vali most nem olyan régen, Somogy polgáraiért díjat, tehát hasonló tevékenységet végzők jelölhetők a díj. Szabadpolgárs azt kérje, hogy ezt inkább így fordáljam, ezt egyébként utána a javaslat, én nem szeretném nyilvánosülésen most senkinek a... Nem kértem volna neveket, csak egyáltalán, hogy van ötlet, akkor ennyi, van ötlet, és vállalom azt is, hogy a méltatást esetben megcsinálni. Köszönöm szépen. Meddig kell eljutni? Azt keresem éppen a határidőt, július 31-ig. Akkor lesz így megbeszélni. Jó, lesz időm megbeszélni, csak akkor kezdjünk el gondolkozni rajta. Jó? És akkor még egy pályázati lehetőség. Idén is meghirdették a testvértelepülési programot és együttműködési pályázatot. Ez a Betlen Gábor alapkezelő. Ugye tavaly itt sikerült elnyerni az erdélyi gyerekeknek a táboroztatásához a támogatást. Most az idén az van, ugye, hogy a mi gyerekeink utaznak ki táborozásra. Én azt gondoltam, hogy idén is lehetne pályázni, most az úti költségre azt gondolom, hogy lehetne pályázni, amennyiben úgy gondoljátok, hogy tavaly én írtam meg a pályázatot, ezt idén is én be tudom vállalni, azt gondolom, úgyhogy akkor csinálunk, csak kéne egy létszám nekem, hogy hány gyerek az, aki. Tehát az Egyesülettől kellene nekem egy információ, adat, hogy
Két éve is van szó, hogy az fogok. Igen. Bocsánat, én javasolnám, hogyha ilyen együttműködés van, civil, most nem előbb az esetben, minden esetben önkormányzat, civil szervezet, hogy mindenki előjön ki egy kapcsolattartó. Tehát mindenki beszél meg, akkor az adott projektben ki a kapcsolattartó, az adott szervezetnek, önkormányzatnak, és akkor szerintem fog tudni menni a dolgot. Mert akkor azt az illetőt lehet ellátni információt, meg akkor tulajdonképpen ő meg tudja. Jó, én azért néztem most így a Janira, meg az Ágira, mert ők az egyesületi... Janira? Csak kapcsolattartó vagy? Ja, mert néhány témában, ami így az egyesettel volt kapcsolatos, elég aktív voltál, aztán azt gondoltam, hogy esetleg van valami ilyen. Jó. Akkor... Akkor Ági. Ági kapcsolattartó, de ezt egyébként, mintha múltkor nem megbeszélték volna, hogy vagy a kapcsolattartó, igen. Igen, úgyhogy akkor így ez ügyben kellenének nekem adatok, jó? Hogy akkor mit tudok. Elég rövid a határidő. Szombat. Majdnem. Majdnem. Április 3. Jövő szombat. Figyelj, akkor viszont Encit meg kéne kérnünk, hogy a Szent Györgyi iskolába is, meg a Diának fogok szólni, hogy a Keresztúri iskolába. Igen, mert két éve is ügyött össze a Szent Györgyi iskolába, hogy 6-7 gyerekek, majd a 15-ben senki belénben nem nagyon volt hajlandósága. És ezt akkor belénben is akkor közé kell tenni. Én a szülői csoportot vállalom, abba beteszem. Jó. Jó, akkor egy buszon. Azt szeretném kérdezni, hogy van-e a képviselőnek egyéb témában hozzászólni valója? Igen. Én csak kérdésem, mert a polgármester azt mondta, a post épületével kapcsolatban sikerült valamit egyeztetni. Hát ugye megjelent az eladási felhívás, arra bejelentkezünk azért, hogy a megtekintés lehetővé tegyük. Tehát akik benyújtják az érdeklődésüket, tehát ajánlatot kívánnak tenni, jelentkeznek az ajánlattételi felhívásra, azok tekinthetik meg. Úgyhogy szeretném a Fehér Lacival műszakilag belülről megnézetni az épületet, hogy mégis milyen állapotban van, úgyhogy egyelőre ennyit tudok mondani. De ez nem jelen vételi értékű? Nem. Ez fontos, hogy nem vételi ajánlat, hanem, igen, 27,7 plusz áfa az ára. Tehát ön durván 32 millió. Köszönöm szépen. Ez nem szokott, hogy ez nem árverés, hanem ez fixál, ugye? Igen. Más? Nekem ennek fogást köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, meg szerintem tolmácsolom több ember észrevételt is, ezt a lejárót, ami elkészült, hogy itt a boltnál. Hiánypótló volt, azt gondolom. Viszont ebből őszintén nekem nagyon zavarja a szemet, és tovább az önkormányzóval, hogy az a időalkalmatosság tovább is le van szaladozva, mint ott valami munka folynak. Tudom, hogy ez, én azt hittem, hogy egy ideiglenes megoldás lesz a múlt részéről, hogy valami más megoldás, vagy vigyék el aztán onnan, vagy nem tudom. Nem viszik el, pályázaton nyerték ők is, és benne volt, hogy valami közösségi teret alakítanak ki, ez a közösségi tér, és sajnos azért zárták le, mert van néhány helybeni olyan személy, aki egész nap ott tölti el a szabadidejét is, meg a munkaidejét is, bebeszólogatva az arra járóknak, kellemetlen szituációkat teremtve ezzel, úgyhogy én úgy tudom, hogy ezért történt a leszalagozása, de nyilván próbálom majd. Jó, én ezt értem, csak most bocsánat, ő pályázott valamire, ha lezárja, a pályázatot nem teljesítik. A másik dolog az, hogy most van egy-két ember, de én láttam ott nagyon sokszor pihenő kerékpárosokat, normális embereket. Erős emberek is meg. Most valahogy találjunk valami megoldást, és tehát idők végezetéig ezzel lesz a húzba. Tehát most azért kérdezem, hogy ennek így... Nem, hát nyilván az le,
lesz, akkor azt mondják, hogy akkor mi hassunk arra a személyre valamilyen módon, hogy távolítsuk el onnan, vagy akadályozzuk meg, hogy ott ilyen viselkedéssel ugye közbotránkoztatás. Amúgy meg, ha akar, akkor másképp be tud szólni az emberek. Tehát nem kell azért, hogy jövőre is ezt tevetek? Hát nem közterület, a bolt élete. Jó, csak jó, mindegy, csak ez egy ilyen apró észrevétel volt. Jó, de segítsetek ebben, tehát akkor hasson rá a lakosság, tehát legyen egy közösségi összefogás annak érdekében, hogy ott a funkcióját be tudja tölteni az a tér. A másik, amit szerettem volna szintén jelezni, és tudom, hogy ez nem feltétlenül az önkormányzatnak a dolga, de a két folyónak ez a Szabadság utcától a Kodály utcáig terjedő szakasza nagyjából, ez iszonyatosan be van nőve megint. Nem tudom, hogy a vízelvezetés mennyire fogja gátolni ezt. Hosszú évekkel ezelőtt egyszer kipucolták lakosság, elvihették a pát, stb. De nagyon csúnyán kinőttek a bokrok megint, gyakorlatilag egy ilyen ős fás kezdett kialakulni, őzikék oda járnak, stb. Mindegy, tehát igazából azt lenne jó tudni, hogy ez vízügynek a dolga, de szerintem célszerű lenne ennek a kipucolását majd tervbe venni valamilyen módon. És nem biztos, hogy csak a vágás lenne, szerintem ott valami komolyabb beavatkozás kellene, hogy ez a vízzel tudjon menni, meg esetleg ott az átterületeket megnézni. A másik pedig én, amikor a vízelvezetésről beszélünk majd, én mindenképpen ott a csuvadokba ajánlom ezt a részt, ott azt végig gondolnám, mert ott folyamatosan folyik össze a víz, és gyakorlatilag magántelkekre folyik. Egy nagyon rövid szakaszt kellene bevezetni az árokba, tehát ott kéne megállkodni az út mellett, hogy gyakorlatilag két irányból a vízból meg a csuvadokból folyik le, a víz úgy jön össze, és gyakorlatilag folyamatosan ott a víz óriási károkat okoz. A másik, amit szerettem volna kérni, hogy évek óta már önöktől is kértem, hogy ez a csuvatóbi vízelvezető, ez a folyókáz nem volt kipucolva. Még tavaly egyszer önkéntesek ott a helyi lakosok egy részét kipucolták, de lehet, hogy érdemes lenne, mert most meg állalkozottat viszi előre a víz, tehát pár éve vagyok az útva, ha ezt csinálva, de így most minden eső után gyakorlatilag elég rossz állapotú, meg hát sok más hegyi út is. Most én egyébként tisztelettel javaslom nagy nyilvánosságra, képviselőtestetünk kért a jó idő, mit szóltak hozzá, elég fiatalos testületünk van, hogy menjünk el egy túrára. Ez a túra, ez egy körtúra a helyen, én egy 8-10 kilométert ígérnék mindenkinek, de tudom, hogy vannak itt rutinos túrázók, és de annyit nem is, de még egy 7-8-at, de aki remény tartana tényleg, és akkor a együttlét örömmel mellett szerintem, hogy ki meg a sport örömmel mellett, picit nézzük már meg azt is, hogy hol milyen dolgok lennének szükségesek. Érdemes gyalog végig menni, mert hát vannak tanulságos helyek, mondjuk egyéb, tehát én kifejezetten ott a szőlőhegyi részt szeretnék, hogyha végigjárnánk egyszer, mert az egész szőlőhegy funkció átalakult, tehát egyre inkább egy üdülővezeték kezd alakulni, és bizony, hát, hogy mondjam, most nem mennék bele, de lenne bőven tenni való. Nekünk is, meg a tulajdonosoknak is. Mondok egy elég érdekes dolgot, ugye kerítések kérdése. 3 méteres utak vannak a hegyen. Elkezdődött egyre több helyen a kerítés, hogy most ez mennyire szabályos, mennyire nem sörítültetik, nem, rendben van. De most gondoljunk abba bele, ha a 3 méteres út mind a két oldalán el lesz kerítve, talán hogyan fogjuk két autó kikerülni egymást például? Meg egyáltalán hogyan fogunk utat építeni ott, így hogyha van. Tehát azért mondom, építik hogy előbb a kerítéseket, igen, és akkor majd jön az, hogy az útnak meg nincs hely. Igen, de egyre több ilyen probléma van, egyre több ilyen dolog lesz. És ez csak egy példa a sok közül, arról már nem is beszélt, hogy sokszor nagyon sok helyen ugye az út nem is ott van, a kimérésekre verünk neki mindenféle visszásságok, elhagyott ingatlanok vannak, mindegy, sok minden van, emléképületek vannak a látható, amilyenben. Viszont erről jut eszembe, bocsánat, nem közbevágva vagy nem megakasztva, hogy lakossági panasz érkezett, hogy a József Attila utca és az Ady Endre utca részen mezőgazdasági gépek járnak, és ez zavarja az ott lakókat, és az lenne a kérés, hogy tereljük őket a mezőgazdasági utakra, ezeket a munkagépeket, hogy ne a belterületi utakon közlekedjenek. És valahogy el kell jutniuk azoknak a gépeknek a átoldébe. Ez mondjuk attól, hogy mekkora a gép.
Andrea, egészítsél ki, légy szíves, mert te vetted fel a panaszt, hogy... A József Attila és az Ady Endre, nem a József, de jól mondtam, József és Ady Endre utcában a mezőgazdasági gépeket, mert hangosak, meg üdösek, meg üstölnek. Állítól a kombány is néha, de csak aratás időben szokott tenni. Igen, de egyébként meg a traktor, mint például, mondom, a kameszos traktor is többek között, ott megy el napjában többször, és ez adarja az egyik potlapot. Egyik potlapot. Jól hát akkor meg lehet hirdetni az ingatlan. És tényleg hol megyünk rá? Igen, és hogy mindenki, tehát a gazdálkodó, ne jöjjenek be a belterületre, hanem a külterületi részből közelítsék meg az összes külterületi mezőgazdasági területet, ami szerintem... Én javaslom, hogy ezt beszélje meg a mezőgazdasági vállalkozókkal, aztán térjen vissza a javaslatába, hogy mi a megoldás. Honnan vissza tud térni egy ilyen beszélgetést? Hát ez még a másik. Tehát azért élni és élni hagyni. Nem szabad szóval jól kívül. Jövedelmi szerzés, ez való jó, azért egy no, de tudjatok róla, úgyhogy, és ugye jövő hónapban lesz közmeghallgatásunk, úgyhogy ilyen típusú kérdések, problémák, panaszok várhatók. És póker arca. Várhatók, de ott el kell mondanunk az álláspontunkat, meg a jogi helyzet. Én csak annyit szeretnék jelezni, szerintem azért minden panasza nem feltétlenül kell, szerintem ugyanunk. Hát is. Mert amikor a lakosság többsége jelezni, hogy akkor van általában alapja valaminek, most ezt nem azt mondom, hogy lehet kivétel nyilvánvaló. Az de... igaz, hogy ugranunk nem kell, de ha érkezik a panasz, azzal foglalkoznunk kell, és meg kell válaszolnunk, tehát hogy ki kell vizsgálnunk, ugye? A hátterét és az álláspontunkat le kell írni, tehát nem bújhatunk ki sajnos, meg nem... Persze. Igen, csak sokszor azt érzem, hogy bocsánat, hogy nem elnézést, hogy ezt mondom, csak hogy kicsit, hogy mondjam, most azért, mert most az előző dolog jutott eszembe, amíg a forgalmi rend dolog is, hogy azért lenne nekem például fontos, hogy az egyeset elmondja a véleményben, ők 70-80 embert képviselnek, és lehet, hogy átgondolják, és kapunk egy megfontoltabb dolgot, mint lehet, hogy valaki oda át akar a ház elkezményvéve írt egy levelet, és már lehet, hogy két nap múlva ő se gondolja, hogy egyébként nekem meggyőződésem, hogy nem lehet olyan forgalmányokat csinálni, ami egy tökéletes lenne, de főleg az Ömbösszi utcán, mert ez csak egy viszont tényleg. Most tényleg ott az alsó utat nézzük, az a szó. Igen. Én már azt hiszem, hogy egy alkalommal ezt felvetettem, illetve megkérdeztem, hogy van-e olyan lehetőség, hogy a szolgáltatóval, tehát a perzókommal egy olyan szállítást, vagy nem tudom, gyűjtést, hogy a elhasznált és a üres festőket, dolgozókat és a lényeket, mert ezt sehova nem lehet elvinni, illetve elvinni a veszélyes uralokkal a kóba talán, hogy egy ilyen járatot nem lehetne esetleg felzúkóban. Igen, köszönöm, hogy szóba hoztad, majd elfelejtettem, hogy a Balatonkeresztúri polgármester kezdeményezte a felszokommal az elektronikai hulladékok elszállításának a megszervezését. Ugye ezt minden évben a jegyző szokta leszervezni, és a három település közösen szokta ezt bonyolítani. Most is megkaptuk az ajánlatot három időpont megjelölésével. És hát ugye hozzá kéne járulnunk a költségekhez. 3,5 tonnás kis teherautó esetén 35 000 forint plusz áfa per autó per alkalom, a 18 tonnás nagy teherautónál pedig 50 000 forint plusz áfa per autó per alkalom lenne a díj, tároló eszköz biztosítása és rakodási díj együtt jelen. Tehát az van benne ebben az összegben.
kérdés, hogy a 18 tonnás vagy a 24 tonnás be tud-e hajtani a szűk utcát meg a súlykorlátozás miatt. Meg hogy hány tömítő. Jó, én most csak nézem, hogy mi van itt a szövegben. Igen, ezért szoktuk kérni, hogy hozzák ide. Tehát igen, itt egy ilyen gyűjtőpontot kijelölünk, és akkor ide hozzák. Most az időpontok nincsenek rajta, de én az egyik az a június 1-je volt, azt tudom. Azt mondtam, hogy alkalmazkodunk, tehát ami a keresztúriaknak, máriaiaknak jó, mi ahhoz az időponthoz fogunk alkalmazkodni, jó? És szerintem ezt az összeget tudjuk vállalni, meg akarjuk is vállalni. És gumiról? Gumiról nincs. De az is. Én szeretném bocsánatolni közvágóval. De ezt, bocsáss meg csak akkor ezt így, hogy veszélyes hulladék, mint a festékes doboz, és gumi, hogy akkor ez is legyen benne. Nem tudom, hogy azt külön kell együtt, külön kell gyűjteni. Annyit szeretnék ezzel Marcai Gribdájáról oldalán lehet látni a felhívást, hogy ők átveszik, sőt talán kísérnek, le kéne velük, ugye gumifeldolgozók. Tehát ők kifelte szokták ezeket támogatni, úgyhogy szerintem érdemes lenne őket megkeresni, hogy vállalják-e ezeket ezt a... Robi már ezügyben valamit lépett, mert ott rengeteg autógumi van ledepózva a honvédségi üdülő területén. És olyanok sajnos, amelyek festett, és nem viszik el, tehát csak az eredeti gumit gyűjtik be, úgyhogy amit lefestettek, azt már nem, mert az már gondolom még veszélyesebb hulladék, nem tudom, hogy annak külön valami hírozni még. És gumit? Hát nem tudom, hogy szeretem, mert szeretem. Micsoda? Általán veszik észre. Jaj, festéljétek meg a gumit. Te újabb lenni. Na mindegy, a lényeg, hogy kell ezügyben akkor valami egyeztetést a felszokommal kezdeményezni, hogy ezek a hulladékek is begyűjthetők legyenek. Még egy dolgot akkor megjönnek. Egyrészt nagyon szeretném megköszönni a szolgáltatónak. Én elmentem hétfőn dolgozni, reggel 7 óra körül, és én hazaértem délután, kitott volt a falunk. Ilyen gyorsan, ilyen tisztán, én nagyon szépen köszönöm. És külön szeretném megköszönni a rendőrségnek, hogy erről létett példamutató volt. Itt voltak végig, egyébként rengeteg volt a mondjuk idomizó. Bár hozzáteszem, hogy én nem tudok különösebb atrocitásra, bár voltak előletettek hűtőt, meg stb. Ilyen dolgok történtek. De tényleg rengetegen voltak, és a rendőrség nagyon-nagyon sokat volt jelen a település, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a spanosnak úrnak is, hogy erről rákészültek, és odafigyeltek. Úgyhogy ez a másik, amit én szeretnék. Olyannyira, bocsánat, kiegészítelek, hogy kaptam egy levelet a lengyel-tóthi perszokomos vezetőtől, amiben azt kéri, hogy nézzünk körül, és ha valahol látunk olyat, amit nem szállítottak el, akkor azt jelezzük, mert visszajönnek érte, és elszállítják. Úgyhogy a település üzemeltetés munkatársai végig robogták a falut, körülnéztek, és egy helyen volt olyan, amit jeleztünk, visszajöttek, elvitték. Tehát, hogy tényleg én is azt gondolom, hogy ez most páratlanul jól ment, igen, ez a lomtalanítás. A lomisoknak is meg kell köszönni, mert sokat elvitték. Sőt, meg is várták, hogyha valaki azt mondta, hogy később rakjuk ki, megvárták. Meg is jelentek, jöttek fél. Igen. Bocsánat, Pogas, az nekem még egy dolog lenne, amit szeretnék egy másik. Én már korábban közös testületülésen felvetettem, de még egyszer, ha megpróbálnánk, szerintem nap mint nap mindenki szinte közlekedik az alsó úton. Ennek az alsó útnak a válaszok alasan szerintem tűrhetetlen, tehát katasztrofális. Én gondolok a 76-os út csonti csomóponttól egészen a keresztüli templomig és tovább nem is gondolok. 71-19-es útról beszélek. Most lehet ezt még tovább gondolni, úgy lakom a két helyen látkozom, de most én akarom tovább gondolni. Én nagyon szeretném, ha a három önkormányzat együtt megpróbálna lobbizni. Tudom azt, hogy ennek be kell kerülni mindenféle országos terve az alsó rendutak felújítására, de ez egy közvetlen vízparti út. Nagy forgalommal, főleg nyáron. Egyszerűen azt gondolom, hogy baleset lesz.
túlélte a vasútfelújítást, aztán túlélte a 76-os építését. Most még jön egy kerékpáros építés, és tulajdonképpen igazából azon kívül, hogy egy-két kártyát befoltoztak, semmi nem történt az úttal, és azért látni a hasonló útfelújításokat az országban, még ha talán többet is szeretnék, mint amennyit látunk, hogy esetleg nem lehetne azért dolgozni, hogy legalább az országos programokba bekerüljön, mondjuk egy 5 vagy 10 éves tervbe bekerüljön az útnak a felújítás, nyilván ez egy állami feladat, mert én azt gondolom, hogy ez egy katasztrófa, hogy ott milyen állapotok van. És járművekre is veszélyes a minden, tehát borzasztó. És már beszéltél, hogy nagyon irítem azok a településeket, ahol tisztességes úton be lehet menni, és amiben egy pillanatja nem tartozik ezek közé. Még eszembe jutott egy dolog, hogy beszéltünk a MÁV területek kaszálásáról, emlékeztek, hogy mondtam, hogy sikerült találni egy vállalkozót, aki vállalná, és egyeztettem a MÁV illetékesével, hogy kijön a helyszínre, meg a vállalkozó is idejön, és akkor együtt kijelöljük azokat a területeket, meg megegyezünk arról, hogy mennyire csinálná meg hány alkalommal, és 8-án, április 8-án lesz ez a találkozó, hogy tudjatok erről is, hogy rajta vagyok, hogy mire beindul a szezon, addigra legyen a szolgáltatónk. Nem, 10-én, bocsánat, 10-én, április 10-én szerdai napra beszéltük meg, hogy jön a MÁV-nak a munkatársa. Csicserő híd ügyében, hogy az mikor várható. Tudod, amire gondolok, amiről egyezkedtünk? Hát a terv ugye elkészült. Igen. Most a Lacinál van, azóta nem is nagyon beszéltünk még erről. Esetleg meg lehetne úgy gyorsítani a folyamatot, hogy a nyárra a turisztikai szavarra az elkészült. Hát azt esélytelennek látom. Erre a nyárra nem igazán. De nyilván beszéljünk róla, tehát hogy... Én annyit szeretnék csak, hogy a Kossuth-Lajos utcában két kritikus helyen, két kritikus pont, ahol a gárdák kint vannak a járdán, és elég nehéz közlekedni ott, de most már csak egy, mert az egyiket látom, épp az imént kezdték el levagdalni, tehát egy helyen van még a utcában, így a Volkos épülettől fölfelé a Irányi utca és a Posta épület közötti szakaszon, nem tudom megmondani a házszámot, hányos a nemet, még nem akarom most mondani, hogy ott esetleg. Jó. Sok ilyet csináltak egyébként, mert lent a Nefelejts utca, talán ott négy fát kellett kicsit csonkítani, fazonírozni, azt akartam mondani. Úgyhogy jó, figyelek rá, akkor szólok én is a Robinakhoz. Nekem meg most jutott eszembe az utcáról, hogy a Táncsics és a Dózsa-György utca sarkán látottuk a Tamásétnál, hogy beszakadta majdnem az út meg a föld, oda van kitéve egy karó, ráhúzva egy ilyen üdítős üveg, hogy akkor ezt lehet rubliéknek meg kellene nézni, mert nehogy valaki bele menjen autóval, vagy gyalogban. Mikor történt? Hétvégén. Megragyott a föld, vagy? Megragyott, és a Diának az apussal meg a Tamás raktak ki oda egy ilyen figyelemfelhívó, de hát ez nem látott a védtelenségét. Nem, én sem hallottam még. Jó, akkor ezt is a Robinak akkor mondom. Szóval azért lássuk, hogy nagyon sok dolgunk van ám a település üzemeltetésnek, sok rétű, sok irányú. Össze tudnak jönni úgy a események. Bocsánat, nekem még egy dolog annak idején. Hál' Isten, hogy a meghallgat vajlasatot, a vajlasatot, a településünk közvetlen az Unióhoz, a mindazok Digital Europe hálózathoz csatlakozni. Nem, ja, bocsánat, hogy mondtam valami utaságot. Ez a Wifi for Europe, ez ugye, aki én nagyon sok helyen, amikor jártam itt erre, arra Európában, az ember találkozott azzal, hogy ez máshol is működik. Egyébként Marcai belvárosában működik a környéken még, és automatikusan felcsöpögődik a telefon, csak én azt tapasztaltam, hogy belényben valamiért ez akadozik. Tehát máshol, például Marcai ez ragyogóan működik, hogy valami, hogy nem lehetne ennek utána nézni,
megállapodást egy cége, most már meg nem mondom. Tehát van ingyenes internetünk bent, végig a Balatonparton. Csak én úgy veszem észre, hogy itt valami nem oké, de nem tudom, hogy tapasztalatot, hogy hasonlód, mert például nem tudom, milyen korlátozások vannak, vagy sávfejlesztési problémák vannak, de valamiért ez nem feltétlenül megy. És hogy ez szerintem egyébként egy tök jó dolog, hogy ez van, csak akkor ha van, akkor működni kéne neki. Hogy esetleg ennek utána lehetne nézni, hogy a Wi-Fi for Europe hálózat a műsorban. Megy, nem megy. Nem akarok céget mondani, aki úgy tudom, ezt üzemeltette. Nem lehetne szolgáltatót váltani, mert nem megy, hogy megoldani a technikai hibát. Jó. Wi-Fi for Europe. Jó. Igen, hát ez bőven sok. Köszönöm szépen akkor a mai munkát. Nincs más, akkor bezárom az ülést. Köszönöm.